Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello! Sziasztok! Jó reggelt! Hello! Ellopták a fülesemet? Hát így, hogy már nem jövök, és már lenyúlják. Hát elég ki a gyűjtők. Hát ugye csütörtökön pénteken nem voltál, és akkor azt gondolták, hogy na, itt a vége, de akkor még gyorsan szedjünk össze mindent, ami ez a sráchoz kötődik, és lenyúlták. Ez valaha hozzáért. Meg is lopták. A DNS-eiddel együtt. És újra fognak majd egy Petri csészében gyártani. Igen, atya is. Na, már végre hallak benneteket rendesen. Azért egy füles se jobb. Ki van ezt találva, hogy a rádiósoknak füles kell, gyerekek? Szóval hát, nem egy hülye rendszer ez, mondjuk meg őszintén. Na, mi újság van? Hát, mi újság mi újság veled? Semmi, gyerekek, megjöttem tegnap. Tegnap megérkeztem. Oda furán szólok. Volt hó? Nagyon nagy hó van kint. Nagyon, ha az ide jön, akkor az... Akkor baj van. Nem tudom, itt mi van, vagy mi volt, de ott kint méteres hó esett 3 nap alatt. Salzburg mellett voltunk, egy kicsivel Szálbákban. Salzburg, Dombigrász. Azt nincs közel, én azt hiszem, hogy közelebb mentek. Nem, egy 600-as lenyomtunk. Ha már elindul az ember, érted. Hát érted, meg... Nyilván. Igen. Hosszú volt a féktáv. Igen, lassan, igen, nem fékeztünk senki kedvéért, és lassan tudtunk megállni. De hogy ilyen 2 nap alatt akkora hó esett, hogy én egy méteres hó így lezúdult, úgyhogy ha az érkezik errefelé, vagy jön, akkor az nagyon cudar lesz. Békés megyei viszonyokat tudok mondani, ott 20 centi. Úgy hát, gyorsan. Az nem annyira sok, nem? Azért az is egy éjszaka alatt leesett, nem rossz az. De ott a keleti oldalt megnyalt a kicsit a hó? Ott már van, meg ilyen Kaposvár, Zalaegerszeg, ez a, tehát az ország déli része. Na, és környéke, ott is volt. Hát én Budapestről, meg a Balaton felvidékről tudok beszámolni, hát ott szinte semmi. Hát Pesten semmi, a Balatont azt nem tudom. Úgyhogy ez van, gyerekek, 3 vagy 4 napot sieltünk, de nem nagyon tudtunk fölmenni a hegyre, mert akkora hóesés volt, hogy köd meg hóesés, ez egy szerencsétlen párosítás sieli szempontjából, úgyhogy nem voltam túl szerencsés. Miért a felvonó eltéved, ez a kábelem, vagy miért nem? Na, megijed. Megijed a köttől. Nem, ha nagyon esik, akkor nincs látótávolság. Aha. Meg ugye az a jó, ha nem esik, ledolgozzák a pályát, és akkor jól lehet menni. De szakadó hóba, tudod, mikor siklasz 30-al jön a hó, a szemcse a szemedbe, köd is van, nem tudsz rendesen sielni. Tehát az nem nagyon élvezhető. Úgyhogy inkább egy ilyen kirándulós, nézelődős 4 nap volt. B-program. Voltunk fönn a hegyen, csak tessék? Egy hütte. Hütte. B-program. Igen. Úgyhogy ez volt. De akkor lentebb sieltetek? Vagy a mit tudom, ilyen helyi Eurocenternek a parkolójából szálltak nektek egy dombot? Vagy? De ott a ilyen lentebb részeken lehet sielni ettől függetlenül? Nem. Ilyen lankásabb, ja? Nem. Hát mindenhol lehet, tehát nincs lezárva a pálya, csak ha esik a hó, akkor mindenhol esik. És ha esik a hó, és köd van fönt a hegyen, ugye a hegy az azt jelenti, hogy 2002-n vagy fönt. 1000 méteren van Szálbák, és akkor fölmész felvonóval 2002-re. De ha ott hát esik, akkor ott az egész pályán esik. És akkor ott nem tudsz lejjebb jönni. Nagyon elveteműtek, sielnek, én lecsatoltam, én lejöttem, mondtam mindenki. Nem komfortos, gondolom én. Nincs meg a komfortérzetet, tehát nem a túlélésről szól ez a dolog. Beülsz a hűtébe, nem áll el, köd van, és akkor szépen lesétálsz. Tehát ha fölragadt volna, akkor lejön, de föl sem ment. Volt olyan nap, amikor föl sem mentünk, tehát akkor ahol volt, hogy én mondtam, hogy nem. Én nem teszem tönkre magam. Nagyon elszántak mennek, csak 0 látótávolságnál, tudod, valaki hátulról eldarál, az nem annyira szerencsés. Úgyhogy nem, de olyan szép kis falu ez a Szálbák, vagy falu, hát ez már inkább város. Fú, gyönyörű. Annyira szépen csinálják ezt az osztrákok, hogy hihetetlen. Nagyon sok magyar dolgozik kint egyébként, rengeteg, tehát így a pincérek, nagyon sokan vannak. De... Még olyan messze is, mert a határ nagyon. Mellett az oké, de azt gondoltam, hogy azért Salzburgig már nem megyünk el. Nem. Nagyon sok magyar van. Igen, ezt mondják, hogy az nagyon szép környék, ez a Salzburg és környéke már olyan, már túlzás, hogy mennyire rendben van. Mert hogy nagyon szép is, nagyon sok látnivaló is van. Pont a múltkor voltunk itt Szentendrén, ezt lehet, hogy meséltem is nektek, és pont ez jutott ott eszembe. Ott Salzburg mellett. Nem, hanem itt voltunk Szentendrén, amire ugye azt mondjuk, hogy milyen szép város, és tényleg az nagyon szép kis, a belvároska egy szép kis rész, leszámítva az árusok. Az Ófalu meg a környék, igen. Az igen, de... én ezt mondom, az Ófalu is környéket, és kimész Ausztriába, hát és tömkelegével vannak ennél még szebbek is. És az egész ilyen. És az egész. Ha nem szebb. Igen. És vigyáznak rá is. Valahogy nagyon rendben van minden. Nem tudom lelkileg milyenek az osztrákok, mert sok mindent hall, de amit csinálnak, meg ahogy vigyáznak rá, meg ahogy
azt ott feldíszítik, mindenen ilyen karácsonyfa égők vannak, olyan, mint egy ilyen kis ékszeres dobozot, a hegyek lábánál szakadó hóba, tudod, ilyen sétáló utca van a falucskában, lejönnek a hegyről, délután 5-kor, iszonyatosan berúgnak mindenki, tehát ilyen hűtőszerű képződmények vannak lent is, a síbakancsba lerakod a lécet a kocsma elé, síbakancsba bemész a kocsmába, 5-kor végzel, mert 4-kor megy az utolsó felvonó, 4:30-kor ők már állnak ezekbe a kocsmákba, és 8-9-kor látsz a sétáló utcában ilyen tántorgó, ilyen síbakancsos embereket, 3 órája már lejöttünk a hegyről, mert ugye az a szokás, hogy bemész a hüttébe azonnal. Iszonyatosan berúgsz, ott bulizol 9-ig, és utána mész haza, és reggel kezdődik minden előről. És nem cserélik el a lécüket? Mert ugye leszúrott, hát én nem tudom, hogy kijönnék ott válogatni. Másnap úgyis ugyanott találkoznak még józanul, amikor befele mennek. Igen, akkor mennek, ennek befele. Visszacserél. De fura, ilyen 60-as idősebb embereket síbakacsban este 8:30-kor szálbak sétál utcán egy áldogánt, és nézi a templomtornyot. Hol a büdös frak? Ő se szomjas, próbálja betájolni, hogy hol van, megy hazafelé, nem tudja, hogy mi van. Tehát ők ezt nagyon-nagyon keményen nyomják, hogy kell berúgni. Úgyhogy ezt csinálják. De mindegy, jó volt, egy olyan 6 óra alatt itt voltunk tegnap. De itt meg bejöttünk Magyarországra, se hó, semmi, hát mintha Ausztriába elvágták volna. Még Bécs mellett is brutális hó, átjössz, és semmi. Kint Bécs mellett egy fél méteres hó van. Mert vigyáztunk rátok, hogy haza tudjatok jönni. Ennyi, föltartottunk nektek tiszta utakat, hát már ez is baj. Igen. Hogy készenlétben vagyunk. Én is egy picit ilyen rettegve nézegettem szombat este a különböző webkamerákat az országban. Hát, hogy elsősorban a Balatonfelvidéket, mert Veszprémben meg Várpalotán voltunk, és akkor így néztem, hogy az a fehér ott hó, az vajon az lehet, Jézus Mária, jaj, vajon átjutunk? Hát nem nagyon kellett rettegnünk semmitől. Elindultunk a vasárnap reggel, gyakorlatilag mindenféle probléma nélkül jutottunk el Veszprémbe, utána Várpalotára, utána meg haza, semmi extra. Semmi. Semmi. Kint minden, beborult kamionok, mentés, az elképesztő. Féltem, hogy valami hatalmas dugóba kerülünk, mert azért benyalsz egy ilyen kis az A21-en ott egy ilyen kis balesetet, akkor ott azért hajnalra értünk volna meg. A több autóba is átülsz, mi? Mire kiszabadítanak? Nem tudom, mit küld a belügyminisztérium, hogy kinek az autójába üljünk át, vagy ott hogy csinálják, de egészen flottul tudtak megbirkózni ezzel a nagy hóval. Úgy... Láttak már ilyet. Nagyobb a rutin. Nagyobb a rutin. Nálunk most nem volt. Ott igen. Lesz? Lesz. Lesz állítólag. Hát most ez a mínusz 15 van, kicsit visszaenged. Nem, vagy engem elvittenek, amikor így ránéztem így a telefonomra, és akkor mínusz 12-t tudod, így hopszi, miközben múlt héten még ilyen bőven pluszok voltak, de hát ha már tényleg a hét közepére mondanak ilyen nagyon durvákat, illetve igazából pont a hét elejére mondják, aztán a hét közepére már, így hétvégére már így normalizálódik, tehát hogy picit melegedni fog, de lesz még itt hó. Na mindegy. Úgyhogy ez volt. Mi volt itt? Minden oké volt? Hát igen, szó. Abszolút. Ja, már adásban? Nagyon. Nagyon? Nagyon. Őrület volt? Na, őrület volt. Amerika? Tiszta Amerika. Volt főleg csütörtök reggel, de aztán jó. De túl lett. Azt hallottam. Jól éreztük magunkat, igen. Nem volt baj. Azt hallottam, mi volt. Ki mesél neked ilyet Ausztriában? Hát, Viki mesélte tegnap, hogy valami meghalás volt. Igen. Hát a technikai fejlődés magával vonza ezt a sok problémát, még kőbalta nem nagyon romlik el, de hát ezek a precíz, pontos high-tech pultok azért néha, igen. De mi egy órára leállt, azt mondta? Na, igen, kicsit zenét fagyogatunk. Zenét adtunk, és akkor utána átültünk a másik stúdióba, a full extrásba, tudod? Az is nagyon jó volt, az nagyon családias, nagyon, nagyon barátságos, nagyon összehozza az embereket, nem, hogy benn voltunk egyszerre négyen, még Anna is egy picit bekéreckedett, akkor már úgy kezdett úgy megrekedni a levegő, meg elfogyni az oxigén, de nagyon összehozza ilyenkor az embereket. Olyan hát volt, válvetve persze, dolgoztunk. Ilyen közösségépítő hatása van annak a kis stúdió. Igen, az egy jó 3 négyzetméter az egész, tehát oda szerencsés így. Aha. Szerencsés bejönni. Még hogy vendégeket nem hittünk, illetve dehogy nem, mert az egyik vendégünk pont oda jött be, aki hát nem egy kis termetű lény, ugye Budai úrról van szó, akit meghittünk, hogy egy kis ellensúlyoz az elmentes napnak hiányát, sikerült neki, rok a kis bőrök, a kis Budai Péter. Budai, ilyen a nagy darab, colos, itt volt tényleg? Itt persze. Igen? Persze, úgyhogy adtunk egy kis elmentes övezetet mi is, tehát alternatív elmentes övezetet. Ugyanazt mondja, igen, mint te, meg Gábor, hogy nem szabad ennie mindenféle csúnya dolgot, ami, tehát csak legyen benne kis zsír, zsíret, de ne legyen benne, azt ő is mondta. Úgyhogy
meg volt. Ő már hogy beszéléhes leszel, nem? Egyébként mindenki zseniális azt írta, csorgott a nyáron. Hogy állítsuk most már le magunkat, mert mindenkinek korog a gyomra, és mindenki mindenféle laci konyhákat keres, hogy próbáljon meg kompenzálni. Úgyhogy ezek voltak, és a hétvégén elindult. Adál! Nem, ja, nem nézted? Nem. Hát gyerekek, akkor egyedül vagyok, te se nézted, Jani? A dal. Hogy kérdezhetsz ilyen? A dal? Ja, ez hát, a készülünk az Eurovízióra. Ja, az Eurovízióra. Te láttad? Azt nem fogom nézni. Utólag belenézegettem, meg belehallgattam, meg olvastam a cikkeket. Azt én is. De... Mi az, hogy nem fogod nézni? Hát, engem ez nem. Hogy kimegy az Eurovízióra, az majd neked egy smafú. Tessék? Az neked egy smafú. Szerintem most megmondom, hogy a Király Viktor fog menni. Remélem. Egyébként. Nagy, olyat, hú, szerintem messze magasan. Mondom az aláfestő zenét, a megszólalások alatt mi szól? Az én kedvesem egy olyan... Az a beszéd alatt? Vagy mikor? Igen? Az megy zongorával eljátszva. Bedled belőle? Képzeld el, bedled belőle. De már mikor beszéd alatt? Amikor a zsűri értékel? Mindig. Akkor az a kedvesem megy. Ha beszél, akkor megy a kedvesem. Érdemi elismerésem. Bármi van, akkor jön a kedvesem zongorán előadva, aha, és akkor az megy végig, ahogy a Gundi beszél, akkor is az megy, ahogy a zsűri beszél, akkor is az megy a reklámblokk alatt véletőleg mi a vetolják, akkor is az megy. Az jogdíjban jó, nem? Az nagyon fincsi jogdíjban. Úgyhogy ez az egyik ilyen fő jellemzője a dolognak. Egyébként meg tök jó, szerintem jó döntött a közönség is, mert olyan dolgokat vagy olyan előadókat juttatott be, akik kicsit különlegesek. A zsűri bejutatta ugye a Király Viktort, aki egy olyan produkciót nyomott, hogy így véged volt, tehát tényleg Európa, de nagyon. Uh-huh. Nagyon jól nézett ki a csávó, angolul ő ugye érthető okok miatt egészen jól beszél, ez ugye érződik az énekben is. A dal az nagyon szuper, olyasmi, mint a Fire, tehát egy kicsit ez a visszadolgozzuk a 80-as éveket, de tényleg nagyon szuper volt. Egy Mars nevezetű énekesnő, én őt nem ismertem eddig, ez az én hibám, meg a Szabó Leslie, ugye, vagy mi a Leslie, Szabó Leslie jutott be, őket a zsűri. A magyar közönség pedig a következő zenekarokat juttatta tovább. Gruppen Swing. Nem, ezt nem hiszem el. Esküszöm, ó, őrült swinges egy ilyen retikül című dal. Egyébként az ő énekesnőjük is úgy énekel, mint az istennő. Olá Ibolyát juttatta be, kérlek szépen, aki egy ilyen egyperces sztárról énekel, és bejutott a Depresszió együttes, hát a magyar metál egyik oszlopos tagja. Ők ilyen tankcsoda hasonlás, nem? Hát kinézetre zenéleg nem. Igen, aha, egy kicsit durvábbak ők. Igen, igen. A Depresszió, ez a dal, ez nem annyira durva, és akkor a magyar közönség őket szavazta be. Aha, ezt hát az első körben hát most mi következik. Hát látszik, hogy hiányzik nekik a rock. Nem olyan, tehát hogy én nem mondanám azt, hogy ezek az emberek ilyen igazságtalan jutottak, de azt mondom, hogy mindannyian elég tehetségesek a maguk műfajába, tehát ezzel semmi gond nincsen. Jól szelektáltak. Így van, én örültem neki. Hogy van de valami? Mi a magyar közönség rákapott az alternatív zenére, vagy hogy nem a mainstream-eket juttatja tovább? Tehát Mari néni otthon 50 évesen a Depresszióra szavaz, vagy ez hogy? Ez hogy kell elképzelni? Hát az unoka mondja neki, akkor biztos. A Depresszió fan. Mert azért ezek tudom, nem ennyire mainstream azért zenekarok. Azért nagyon mainstream, történt, ezen kívül nem. A Hien volt, akit így lehet ismerni. Aha. Még most így görgetem az agyamban, hogy ki volt a Cserpes Laura szegényke. Ő ott nem volt erős most. Tavaly jobban énekelt szerintem. Meg ez a dal se olyan jó. Úgyhogy így. Tehát nagy meglepetés volt a dolog. Látszott a zsűrin is. Uh-huh. Kovács Kati, a zsűri új tagja. Nem nagyon beszélt magyarul, vagy olyan furi volt, nem tudom, aki látta, majd megírják a hallgatók. Így mindig így beleállt a mondatok a ba. És Filip el tudott mondani úgy egy monológot, hogy ne tartson 13 percig, amiben azt mondja, hogy te színpadra teremtettél, és itt a helyed, és ezért érdemes nézni ezt a műsort, és köszönjük, hogy vagy. Tehát, de ugyanezt hozta, hát ez ja, jó, ezt ő így ki feliratozhatná, mert tavaly ezt tudta mondani 45 féleképpen kombinálva, ezért érdemes itt állni, és köszönjük, és ez a műsor ezért jó, és ezért jó, hogy vagy, és vagytok, és köszönjük, és hajrá. Ezt tolta idén is? Filip, ez a Ferenc Józsefes vonal, ez a minden nagyon szép, minden nagyon jó, minden meg vagyunk elégedve. Ő nem nagyon tud csalódni senkiben. Nagyon pozitív ember. Hihetetlen, igen. Na mindegy, tenisz néztetek, nem? De, hát mi érdekelve is voltunk benne. Vicces? Igen? Persze. Mennyit tettetek a Wawrinkára? Nem, arra sajnos. Sajnos hülye voltam. Nem voltam hülye, csak hát hétvége volt. Hát elaludtam konkrétan azért. De egyébként lett volna, mi Nadállyal kerestünk egy kevés játékpénzt. Elég komoly összeget. Roger ellen? Vele Roger ellen így. Hát miért? Majd mellette. Hát. Átgázolt Rogeren. Szegény. A herceg. De hát ha van egy király is a pályán. Igen.
Három sima szett volt, de megmondtam, hogy a Murray egy szettet veszít csak a Roger ellen. Vagy egy szettet nyert csak. Csak egy szettet nyert. Ott van egy tartozásom neked. Fogadtunk végül? Nem tudom. Majd archívból visszahallgattatjuk. Szerintem most, hogy érted, hogy gyakorlatilag a homlokodig ér a Della, most nem. Majd nem elfelejti, elfelejti. Ja, igaz. Most nem, az csak azért meg... Azt hiszem, talán egy azért tízes. Azért meg megtolasodtál most így hirtelen. Egy tízes, mint a földobtál volna erre a Murrayre. Lehetséges. Tudod, mennyit szakítottunk? Na. Tudod te, hogy a két profi összeáll? Na, mennyit összetoltuk a tőkét? Megmondom meg, hogy 800 vagy. A francokat. Mennyi? Annyira nem hiszel bennünk. Mennyi? Nagy összeget betoltunk mind a ketten. 2000 forintot. Nehogy is, jaj Balázs. Összeraktuk a kis megtakarított pénzünket, igen, azt egy az egybe föltettük, és fejenként, most de kapaszkodjál meg, 2500! Na, nagyjából ennyi. Nagyjából erre számítottam. Annyit még napközben, hogy nem SMS-eztünk egymással, mint aznap Ferivel. Igen, már oké, már az első szetet behúzta. Igen, jó, második is megvan. Hol kapaszkodni? Harmadik, össze fog jönni. Egyet nem tévedtem idén az Ausztrál Open-en. Tehát végigmondtam. Igen, ezt Gyoko hozza a Wawrinkát, igen. Igen, a Federer Nadal az egyértelmű volt, Andy Murray Federer, megmondtam, hogy egy szettet bukik a Federer Nadal, Murray, Nadal ellen, ugye teljesen egyértelmű volt, és a végén mindenkinek mondtam, hogy Wawrinka az ide játékával simán. Tehát, hogy annyira érett a csávó, hogy rommá veri, illetve a Nadal esérült, ugye, tehát, hogy úgy azért utána már nem volt nehéz. De érdekes döntő volt, mert ugye a Nadal lesérült, és rosszul kezdett játszani, abban a pillanatban a Wawrinka is szétesett, és majdnem kikapott a sérült Nadaltól. Úgyhogy ez egy nagy játék volt. Igen, de megérdemelte. 2.650.000 ausztrál dollár. Megnézegettem tegnap, mennyi az ausztrál dollár, és ha jól láttam, akkor az ilyen 169 vagy 100. Tehát 350 millió forintot kapott a Wawrinka ezért. Vagy nem 400-at. Rossz. Nem rossz, főleg annak tükrében, hogy ő eddig olyan 7 millió körül ütögetett össze. Tehát, hogy azért érdemes így az arányokat megnézegetni. De hogyha egyszer nyersz, akkor mennyivel több a pénz? Hát ha nem, ha itt nyersz, tehát hogy egy Grand Slam tornát nyersz, akkor mennyi? Ő olyan hetes körül ütögethet együtt össze, mondjuk a Nadal a tízszeresét, de hát nyilván nagy dolog ez. Nagy dolog. Itt a második, harmadik is kap lóvét? Mindenki, igen. Összdíjazás van. Aha. Itt már bár a nagyok rajtpénzt is kapnak, meg ha már fordulónként tovább ütsz, akkor már elég sokat kapsz. Ha 2-3 forduló után esel ki, akkor is nagyon sokat kapsz. Itt mindenki kap pénzt, aki már odáll a rajthoz. Menő. Így van, igen. Még a labdaszedő fiúk is kapnak egy mozzarellás szendvicset, két minyont. Igen. Ha Nadal kicsempész nekik, igen. Na, mi újság a játékkal? Hát a múlt hetet azt bebuktuk. De azt nem kérdezte, azt kérdezte, hogy most ja, milyen játékkal? Ja, igen, most semmi. Most sem, 0-0. Ja, most semmi. 0-0. Hát teljesen pozitívak vagyunk, és bizakodva nézünk a jövőbe. Hogy sikerült a múlt hetet? Mindent megpróbáltunk. És? A Jani vitézkedett, de végig. Egyébként nem ő vele volt baj, hanem annyira jó hallgatókat szeret össze Anna, hogy kivégeztek bennünket. És mennyi lett a végeredmény? 3-2. 3-2-re kikaptunk? Hoztuk, 2-2 volt, és utána kaptunk. Fejfej mellett haladtunk, igen. Az nem túlságosan jó hír. Na mindegy. Jó van, nézzük egy közlekedést. Azt mondja, hogy Szolnoki zónázó Pest irányában 45 percet késik. Ez bár jól indul. Pedig még hó sincs. 86-os úton teherautó pótkocsi defektes egyházas radóc felé tart, szikrázik, valaki állítsa meg, mert nem veszi észre. Ez kamionos Pisti küldte nekünk, köszönjük szépen. Gyoko, na, Wawrinkára jött meg, Nadalra, igen. Ladánybenne mínusz 17 fok. Örkénytől M5-ös, M0-ás, az M1-es Tatabányáig tökéletes. Strupi küldte nekünk, és az M1-es teljes egészében tökéletesen járható kis Kari küldte nekünk. Csány mínusz 19, gyerekek, valami csípős. Ajjajjajjajj, az kemény. Az kemény lesz, az igen. Az kemény. Igen. Na, ezek jöttek, jól van. Szóval akkor el van sott kell vennünk? Igen. Bosszúért kiállt a múlt hét? Szeretnénk. Pedig egész jól indultunk, amikor elmentem, akkor mi 2-1-re vezettünk. Szerdán, ugye? Tehát már szinte zsákoltuk a hetet. Csütörtökön buktunk, ugye? Igen, csütörtökön, de mondjuk abból a stúdióból nem csodott, az is csoda volt, hogy egymást hallottuk, nem ugye, játékost. Úgyhogy, hát igen, na, így alakult ez. Jó, van. Ez volt az első hét, amit odaadtunk. Jó, hát ez egy ilyen nincs baj, ez belefér. A közlekedés infom van, baleset, hívtok? Hát... föl is hívhatunk, hívj, Anna, fölhív téged, aztán majd elmondod. De egyszer elküldöd SMS-ben egyébként.
Jó van, jövőre gazdagát eltné Balázs, te mondod, kinyerén pedig megteszem tipmixen, írja Benya. De nem kell ez várni jövőre, hát még van Gárosz, Wimbledon, vannak ATP-ezések, most már én is elkezdek fogadni egy kicsit nagyobb tétbe, mert vicces, amit itt igen, csinálunk. Igen, mindig odáig tart egyébként a zsenialitás, amíg el nem kezd az ember. Fogadni? Igen, onnantól. Megnézem, most kipróbálom. Most, ha ilyen megérzésem lennének egész évben, akkor kifosztom a tipmixet. Remegő térdel fogok küldögélni, mi történt. Na jó, van, jönnek a hírek. Jó játékra lehet jelentkezni SMS-ben, egészen nyugodtan, új hét van. Revansot teszünk, mi pedig jövünk a hírek után. 10 perc múlva pontosan 7 óra, hello mindenkinek, jó reggel. Göd belterületén a 26-os kilométer könél mérnek, ez Biggie Boy küldte nekünk, Tapolcán mínusz 10, jó, hát most az összeset nem tudom beolvasni, hogy hol hány fok van, de a hideg van. Ezt tényleg megküldjétek el, mert fontos ugyan, de 30 helyről megjött, hogy most mínusz 17 vagy mínusz 15, nagyjából mindenhol ugyanannyi hideg. 20 perces késés Budapest Cegléd Szolnok vonalon, ez Csilla küldte nekünk, Vácszendehely között 43-as, 44-es szelvény autó fák között kidőlt fel az úton, óvatosan menjen mindenki, és az Ikrényi elágazásnál az M1-esen Győr nyugat felhajtó között 85-ös úton személykocsi az áróban Győr felé. Ez pedig Laci küldte nekünk. Igen, és a Budapest Cegléd Szolnok, hát az késés van. De mitől van késés? Mi történik? Hát, hó, hideg, hó. Lefagyott a váltó. Igen? De, igen. De ősszel a falevél, télen a hideg, tavasszal a rügyező fák? Most lesöpörték a havat, és azzal a lendülettel visszasöpörték rá valószínűleg az avart. A leveleket. Igen. Ez vagy hó, vagy levél. Nyáron pedig? Nyáron a meleg. Ja, hát nyáron a meleg. Meg, hát meg a hőtágulás tényleg. Tehát, hogy azért az... Kemény dolog ez a MÁV. Nem? Igen. Kutyafáját. Viszont tök egyszerű oktatni, hogy mi a vasút ellensége, minden. Mondhattok bármit, az jó lesz. Minden. És az utas. Ja, hát, értem, miért nem maradnak ott, nem jön soha semmi volt. A kutyafáját minek közlekednek, nem? Hát a fenéket kell bolyongani, kajtatni, hát maradjon otthon, aztán kész. Szeretnék és oldaérni valóban? Nem, hát akkor maradjanak ott. Nem? Hát, lehet, hogy így gondolkodnak. Na jó, van, megnézzük akkor, ki a heti első játékosunk, jó? Aki már itt is van. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Sziasztok, Ildikó vagyok. Hello, Ildi! Ildi, honnan hisz minket? Kocsordról. Még egyszer? Kocsordról. Kocsord! Aha! Hol van az? Újrecsert egy olyan 60 kilométerre. Aha! Hmm. Na, az nem, nagyon jó, és nem mit csinál? Nem ott volt a vízből veszik el. Tessék? Nem ott volt a vízből veszik ki az oxigén, bácsi. Ildikó. Kocsord? Nem kocsord? Az se tudom, miről beszélsz. Az ki? A bunker volt itt. A bunker. A bunker. Az atombunker. Azt. Igen, az igen. Atombunker. Az atombunker. A internetes. Szalacsi. Igen. Ja, Szalacsi bácsi. Ő innen. Tényleg? Már csak ebbe atombunkert építem. Igen. Ja. Megvan még a bunker, vagy fölépült? Megvan még. Ez elban, Feri, hogyha mi tudná eltüntetni erről a bolygóról azt a bunker? Azért értem. Hát olyan profi volt. Igen. Ildi, kivel szeretné játszani? Veled, Balázs, veled. Velem? Régen játszottam, talán szerdán játszottam utoljára. Igen. Jól van. Oké. Okay. Na megnézzük akkor, hogy mire megyünk egymással, jó? Jó. De ne legyen majd passzív. Próbálok. Jó. Oké, okay, Jani. 3, 2, 1, fire! Na? Emlékszel arra a nőre a múltkor, aki oroszlányból telefonált, és egy beteg gyerekekkel dolgozó cégnél dolgozott? Rémlik valami. Miért kérdezed ezt? Mert én is olyan helyen dolgozom. Tényleg? Igen. Na, jó van akkor. Csak én más éjszakán. Aha. Szívesen meghallgatjuk, Ildikó, csak volt igen. Egy igen. Egy nagyon nagy igen, ráadásul. Ildikó, ott kimondtál egy igent. Mikor megkérdeztem, hogy tényleg, és erre azt mondtad, hogy igen. Belendültél kicsit. Hát egy kicsit. Igen, muszáj hoznunk a hetet, mert a múlt hetet elvesztettük, úgyhogy nem vagyunk könyörülettel most senkiren. Há, megszólalt az igen, megszólalt. Igen, volt egy igen. Szerintem észre se vetted, ugye? Nem vettem észre, pedig annyira készültem rá, annyira próbáltam mindig maga, mikor ti játszottak, akkor próbáltam én is játszani veletek. Uh-huh. Ja, hogy megválaszolom. Aha. És akkor nagyon jó megy, ugye?
Hát nagyon, akkor jól ment. Így szokott lenni, ahogy adásba kerül az ember, én néha ezzel én is így vagyok. Hogyha nem adás, akkor nagyon jól játszom, de hogyha igen, adás, akkor bukta. Ildi, ez rövid játék volt. Köszönöm. Köszi a játékot, ciao. Szia. Hello. Na. Szép volt. Na, ő nem is pusult neki, nem? Hát, még feldolgozza szerintem. Igen. Na, mit találtál? Hát valójában nem Szalacsi bácsi volt az, aki az atombunkert építette, hanem Fogarasi Árpád volt az, de... De majdnem minden jó volt, amit mondtunk. De nem, Szalacsi úr nyilatkozott a dologgal kapcsolatban. Szalacsi nyilatkozott, hogy Árpi a jó munkás ember, tényleg így volt az anyag. Vannak hiányosságaim, nekem ez nincs meg ez a sztori. Majd a vízből veszi ki az oxigént. Igen. Tisztítsa a vizet, nem igen, az oxigént. Az ellen nem véd. Valaki épített valami bunkert? Igen, az Árpi a jó munkás ember, ő építi a bunkert, vagy építette, és Szalacsi bácsi nyilatkozott tényleg. Ezzel kapcsolatban mind illetékes. Ja, ő volt a szaki. Igen, ő, igen. Volt a, ő volt a, ő gondolom a mérnök, a szakember és a piáros egyben. Igen, mert azt nem tudom, kérem kapcsolja ki. Ez volt a vége. Ezek az internetes hősök mostában, mint hogy eltűntek volna, vagy hogy nem születnek újak, nem? Hát, régen volt egy csomó, ez itt a kert, meg amit tudom én tudod, és akkor elvágódott, meg hanyatt esett, meg nem tudod, hogy mostanában ezek úgy eltűnnek. Mert sok az ilyen kreálmány, és az ilyen természetes, igazi tehetség, akik így jönnek így a semmiből, és itt élnek velünk, de eddig, igen, de eddig nem tudom. Valahogy ők nem. Igen, volt a Polgár Jenő, a Polgár Jenő hivatalban, a polgármester, az is egy nagy klasszikus volt, meg ez itt a kert, meg a Matisz bácsi, vagy ki volt, igen, ő, a Matisz papa, meg negyerebe, meg negyerere, mama ott marad. Ezek úgy valahogy kihalóban vannak, vagy eltűnőben vannak, nem? Ezek nagy klasszikusok voltak. Igen, helyettük beújult, meg beindult rettenetesen ez a mémgyártás, ami egyébként szintén nagyon vicces, még nagyon szórakoztató, mert abban a pillanatban, ahogy a valamilyen kicsit is jellegzetes fotó valakiről, valamilyen közszereplőről felkerül az internetre, a fél óra múlva már fönn van valami, ami annak a mémje. Igen, kicsit átalakult. Azt írva, aki a múlt héten megkérdeztem egy jegyvizsgálót, vonata, hogy lehetne egy kicsit melegebbet csinálni itt a kocsiban, az volt a válasz, hogy akkor lesz melegebb, ha tüzet rakunk. De szimpatikus. Ez mennyire komoly magyar valóság, nem? Mondta a jegykezelő, hogy hát itt melegebb, akkor lesz, ha tüzet rakunk. Az a kemény. És ha ezek után raknál egy tüzet, akkor szólhatna valaki? Hát nem, szerintem a jegykezelő is odaülne a tűz mellé melegedni, mert egy kicsit szerintem azért rájuk is rájáról úgy. Ők legalább mondjuk tudnak sétálgatni, tehát egy picit azért melegebben tartja magukat, de ha hideg van a vonaton és fáznak az utasok, a jegykezelő is ugyanúgy fázik. De spórolásban nem fűtenek, vagy nem tudnak fűteni, vagy nem, vagy nem működik a fűtés? Ez gondolom az külön energiába az nem kerül. Az nem így kerül van. Nagyon sok energiát. Tehát elromlik a fűtés a vonaton, csak ott tűz mondjuk 6 fokba. Kell az energia a mozdonynak. Most vagy utazol, vagy melegedsz érte. Nem lehet egyszerre. Azért valami minden ne akarja egyszerre. Ilyen. Úristen, milyen kemény állapotok vannak. Na jó, hírezünk egy picit megint, jó? Jönnek a hírek, közlekedési híreket várunk, hol, mi a helyzet, van-e hó, még egyáltalán nyilván néhány helye megmaradt. Jó, ezeket küldjetek el nekünk SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra volt pontosan 9 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Hello. Sziasztok, srácok. Sziasztok, kedves hallgatók. Sziasztok, lányok. Sziasztok, fiúk. Hello, fiúk, szia, lányok. Egy új szakma vár most rátok. Mondjátok el, mit gyártanak a következő gépsorok. Emlékeztek erre a rettenetes reklámra? Atyaisten. Ez papírgyár volt. Megjegyeztük. De beépült, ezek beépültek, igen. Itt van velünk egy hallgatónk. Hello, jó reggelt! Szervusztok, jó reggelt! Hello, merre vagy, mit lát? Hát tényleg szépen kettes számú úton vagyok rajta, Paraszapuszta irányába. Igen. És a 44-43-as kilométer felvényben ez Vác és Szendehely Katalinpuszta között a Szerventinetnél egy autó a kifele tartó irányba bement a fák közé, illetve egy fa veszélyesen belúgató országúthat. Aha. Tudjuk, hogy akaratlanul ment be? Hát lehet, hogy teljesen tudatos volt, nem? Vagy úgy látszik, mintha csak... Én is úgy vettem észre, hogy tudatosan, ugyanis beült a fáknak az ágok közé, és azt hittem, hogy egy madárfészek. Aha, szegény. És feltartja a forgalmat, hogy van valami? Belógó fák van az úttestre, és szerpentines veszélyes rész, egy kicsit fagy is. Na, akkor ott érdemes figyelni. Jó. Mit csinálsz? Merre mész? Felvidéket tartok. De fuvarozó vagyok. Fuvarozó vagy. Jól van, jó utat neked, köszi, hogy elmondtad. Köszönöm szépen, sziasztok, további nép napot. Hello, hello, hello. Gombáért nem mehetett be, mert az ilyenkor kevés van. Nem terem ilyenkor, nincs? Hát nem nagyon. Nem nagyon? Hó alatt nehéz előszedni.
Kaposváron a főbb utak jó járhatóak, a kisebb utcákban még vannak gondok, de hát még csak 3 napja esett le a hó, ezt Pongi küldte nekünk. Igen, ez érdekes. Kókától 60-ig és 60-tól Nyíregyházaig az M3-as jó és balesetmentes, ezt pedig Pisti küldte nekünk. Köszönjük szépen. Igen, nyáron a nagy meleg miatt meggyúlnak a vonatsiek, ezért késnek, most meg a nagy hideg, mert rövidebbek. Ekkor elvileg most sietniük kellene, nem? Kérdezi Tomi. Hát igen. Gyorsabban oda kellene érniük, hiszen rövidebbek a sínek, rövidebb az út. Mert hogy ugye ilyenkor összemennek. Így van. Mert hideg van. Igen. Bali, Ausztriába ettél batyút, kérdezi valaki. Tényleg. Hát ott nem lehet. Vagy ott le, ha bár lehet, hogy már ott is van franchise, de igazi batyú csak itt, és igazi David, amint csak itt ihatsz. A Pécs Ócsárd közt minősítetetlenek az útviszonyok, jég és hó, köszönet a közútnak Bébi küldte nekünk, valamint Pesszent Imre központi vasútállomás BKV buszkeresztben a kereszteződésben vonatot nem akadályoz, üzente nekünk Andi Bandi. Tele vagyunk közlekedési hírekkel. Majd kérdeznek még itt a teniszről, de mondtam, hogy vége az Ausztrál Opennek, úgyhogy később már nem foglalkozunk tenisszel. Igen, meg ami hát volt, még ebben az évben még 3 Grand Slam torna, és akkor meg ugye... Megúnyátok ti még ezt. Fog még hiányozni gyerekek a tenisz, így van. Na, olvastam egy cikket egy paliról, egy heti Gerlik nevű paliról. Ja, egy pillanat, csak már elkezdett hiányozni a tenisz. Már hiányzik? Szívesen. Már most hirtelen így ilyen űrt érezte magam, és akkor hirtelen elgondolkodtam, hogy mi lehet a tenisz. Jó, ha úgy érzed, hogy van egy kis hiányérzet, akkor szóljál, és akkor szívesen. Mondom az jelenlegi híreket. Szóval van egy heti Gerlik nevű pali, aki megunta azt, hogy a gyermekeinek folyamatosan ajándékot kell venni, és egy évet tűzött ki magának, hogy így vagy úgy, de spórolni fog a saját gyerekém. A kísérlete még nem ért véget, azt mondja, de már most nagyon látogatott a blogja, amiben ugye ír előről, hogy hogy tud spórolni a saját gyerekém. Abból lett elege, hogy a most 2 éves Johnny addig mindent megkapott, és kiderült, hogy a gyerek szobájából már kifolynak a játékok, de ő tulajdonképpen alig játszott bármelyikkel, mert hogy kevésbé érdeklik a megunt játékok. Utána nézett a dolognak, és rájött arra, hogy a brit háztartásokban 474 millió játék porosodik, vagyis minden britre 7 darab használhatatlan, használatlan játék jut. De az a felnőttekre is, ugye? Igen. Akkor igen. Aha. Igen. És hogy rájött arra, hogy az emberek egészen kicsi kortól költenek a gyerekekre, és elkezdett spórolni, tavaly már egyetlen fillért sem költött játékra, nem fizetett gyerekfodrászra, nem fizette be foglalkozásra a gyerekét, mert azt mondta, hogy nincs. És speciális ételeket sem vett a gyereknek, hanem azt tette, amit a szülők. Ez érdekes egyébként, és van benne egy csomó minden, amiről lehet beszélni, hogy mekkora biznisz gyereket nevelni. Ugye? Már hogy nem nekünk, hanem a szolgáltatóiparnak, akik ugye erre alapoznak. De a jelenség az szerintem nálunk is működik, nálunk is van. Én gyakorlatilag ugyanabban a cipőben járok, amiben ez az úriember, nekem is már tele van a hócipőm azzal, hogy állandóan ajándékokat kell venni a gyereknek, és sok esetben tényleg azt veszem észre, hogy ő csak gyűjtöget. Tehát az a mennyiségű plüss, ami nálunk otthon van, illetve nem nálunk van már, hanem édesanyáméknál, mert hogy egyébként kinőtték a plüssök a lakást, és van köztük egy olyan is, azt nem tudom kitől kaptam, vagy kaptuk, de azt konkrétan ránk sózták, az egy hatalmas nyúl, egy csokoládégyártó cégnek a nyuszia, valami PR ajándék lehet, de az a PR ajándék akkora, mint én. Tehát egy 10. Mennyi minden van egy ilyen nyúlban? Hát, már a szőrében úgy értem. És hogy gyakorlatilag ezek a plüssök szerintem a rákfené az egész ajándékozásnak. Mert a plüssel nagyon nem tudsz mit kezdeni. Tehát, hogy az a legegyszerűbb, a legkézenfekvőbb, azt vesz mindenki rögtön, első kézből, vegyél be neki valami plüssöt, azzal nem járhatsz rosszul. Főleg, hogyha valamilyen rajzfilmfiguráról van szó, de utána azzal mit csinál? Játszani nem nagyon tud vele. Igen, de régen is ennyibe került felnevelni egy gyereket, vagy régen olcsóbb volt, nem? Tehát szerintem 10 év vagy 15 év alatt... Úgyhogy olcsóbb volt. 10 vagy 15 év alatt brutálisan megnőtt a gyerekre elköthetendő vagy elköltendő árumennyiségek száma, nem? És nem csak az árumennyiség, hanem amit itt a emberünk és a bloggerünk is írt, hogy ki, ugye kiegészítő foglalkozásra fizetett be a gyereket átlag óvodába, hogyha jár a gyerek, és akkor nem magánóvodáról beszéltünk, csak mondjuk azt akarod, hogy így angollal egy kicsit foglalkozzanak vele, akkor az havi 30, és akkor semmi különleges nem történt, csak megy egy ember, és néha így beszél hozzájuk angolul. Az például plusz egy, és ez nem magánóvé, ez egy normál óvoda. Akkor kitalálod, hogy hát azért csak menjünk el a játszóházba,
puff az 5000, ugye? Hát ha a ketten két gyereket viszel, igen, attól függ, napi egy. Hát akkor még ott veszel egy üdítőt nekik, meg még veszel három zsetont, amit bedobálsz, amit én hova, akkor az 5000. Tehát ezek nem voltak régen, és a játékőrület se volt ilyen. Tehát 10 vagy 15 évvel ezelőtt olcsóbb volt fölnevelni egy gyereket, mint most? Sokkal. Nem is volt rá ennyi pénz, de szerintem sokkal olcsóbb is volt. Hát emlékezz vissza, a te gyerekkorodra volt olyan, hogy mondjuk anyukáddal mentetek valahova, és akkor egyszer csak te kiverted a hisztit, hogy már pedig neked kell egy új izé, egy új nem tudom ilyen játékfigura, is bementetek. Mikor kaptál ajándékot? A születésnapodra és karácsonyra. Hmm. Hát szerintem jó módú meg szegény gyerekek akkor is voltak, nem? De nem feltétlenül. Tehát, jó. Hogy szerintem a gazdagabbak akkor is vettek ajándékot a saját gyereküknek, csak más típusú ajándékot. De később volt a kínálat azért. Tehát, hogy nem volt ennyi választható dolog. De szerintem egy csomó dolgot próbálunk most ajándékkal elintézni, amit lehet, hogy 15-20 évvel ezelőtt nem így formálódott meg az igény se. Tehát most az van, hogy hisztizik a gyerek, akkor veszel egy lüst, azt hajrá. Uh-huh. Szerintem sokan csinálják így. Meg itt van például egy nagyon érdekes tétel, amit felsoroltál, ez a speciális élelmiszerek. Egyébként ezen is érdemes lenne elgondolkodni, mert hát ugye milyen speciális élelmiszerekről van szó, például egy olyan joghurtról, amit kifejezetten gyerekeknek ajánlok, hiszen olyan magas a kálcium tartalma, hiszen olyan hozzáadott vitaminokat tartalmaz, stb. És drágább, mint a sima joghurt, aminek egyébként a kálcium tartalma tökéletesen ugyanaz, csak annak picit egyszerűbb a csomagolása, nincsen rajta a kis csecse, cica, kutya, maci, paci, izé, lovacska, akármi, és nincsen ráírva, hogy ez kifejezetten gyerekeknek szól. Fürkinder. Így van, ilyen sem volt. Fürkinder, így van? Fürkinder, ja. Fürkinder. Szóval, hogy akkor régen mi olcsóbban lettünk felnevelve, mint a mostani gyerekek? Igen, olcsóbban lettünk ilyen nagyszerűek. Kevesebbet költöttek ránk, hogy nem kerültünk olyan sokban? Mondjuk sokkal, én minden szerintem. Éven máshol játszottam, hiszen évről évre egyre kevesebb végtagja volt a mackómnak például. És ez újdonság volt neked, hogy most már csak három. Fejlesztett a kreatív tapasztalat, mert régen már nem volt egyetlen se keze, se lába. Igen, most nem arra gondolok, hogy milyen plusz extra szolgáltatásokat veszel a gyereknek, vagy ajándékot, vagy játszóházt, hanem hogy de régen is, hát amikor bementél az oviba, akkor nagyjából ugyanannyibe kellett, hogy kerüljél, vagy hogy oldották meg olcsóbban, hogy bevittél egy cipőt, volt egy váltócipőt, kellett egy meleg ruha, kivittek a játszótérre, kellett egy overall, tehát miben tudtak ők spórolni? Érted? Tehát mi nem került ennyibe? Ha most nem az extrákat nézzük, a cirkuszt, a bábszínház, meg a nem tudom mit, hanem az, hogy ugyanannyi ruha kell, meg ugyanazokat csinálja most egy 5 éves gyerek, meg régen egy 5 éves gyerek. Szerintem könnyebben elfogadták a szülők azt, ha például használt ruhában jár a gyerek, mert ebből nagyon sokan presztízs kérdést csinálnak, hogy mi az, hogy azt egy gyerek hordta fél évig, és mert az én gyerekem is hordja, miért ne hordaná, szerintem semmi baja nem lesz tőle, de hogy az új dolgokra, ha mondjuk a mi cipőkínálatunkat nézzük gyerekfronton, én azért néha szoktam volt üvölteni a BK-val, hogy szerintem nem kell egy 3 éves gyereknek 5 darab cipő. Hmm. Mondjuk téli. Tehát, hogy egy télibe van, legyen neki papucsa, meg érted? Vagy mondjuk azért legyen egy hótaposó, meg legyen egy kiránduló, és akkor megvagy. Egy félcipő, egy csizma. Igen. Ebben tök igazad van, és szerencsések azok, akiknek például olyan a genetikájuk, mint amilyen az enyém volt, hogy 3 éven keresztül nem nőtt semmi. De az én lányomnak nem olyan, mert hogy az apósomra ütött, és ő nála viszont benne vagyunk egy ilyen folyamatos vásárlási kényszerben, ugyanis a gyerek mindent az kinő. Más, tehát, az hogy okay, az kénytelen vagy venni. Jó, amikor az, hogy kinőtte, az tök természetes. Tehát ne járjon kis cipőbe a gyereket, mert deformálódik a lába. Ez tök normális. És ha nincs kitől, kapjál például egy használt kabátot, amit valaki egy fél évig hordott, és ott te nyugodtan felvetted, akkor vegyél neki új kabátot. Csak néha, amikor ezek a lehetőségek megvannak, mi akkor is veszünk egy új cipőt. Ha érted, mire gondolok. Igen, valószínűleg ez igen. Tehát itt valószínűleg a vásárlási mánia az, ami egyfajta kielégülést nyújt, nem? Így van, ugye? Hát az, meg hogy a te gyerekedől legyen a legszebb, öltöztesed szépen, kislány, ez legyen egy nagyon kis csinos, a kislány legyen nagyon vagány, tehát hogy persze. Meg azért, amit bent, ugye egyre idősebb a gyerek, egyre jobban érik, és egyre jobban elkapja őt is a gépszi abból a szempontból, főleg aztán már így kisiskolásként, már meg kiskamaszként, amikor látja bent, hogy a többiek hogy öltözködnek. És akkor persze rágja a füledet, meg nyüstöl, meg kínoz addig, amíg végül csak nem veszed meg neki. Na de régen is vettek vitamint, régen is vettek pelenkát, régen is vettek popsi törlőt, tehát hogy ezeket régen meg ugyanúgy megvetted, nem? Nem vetted meg? Hát, fősz, okay. Mosott pelenka nem volt, ugye nem hát volt. Ez a típusú pelenka, mondjuk 10 éve van, vagy 15 éve, amikor mi gyerekek voltunk, 70-es években, akkor kimosták a pelenkát. Azok textil pelenkák voltak, igen. Meg oda tartottak a csap alá, jó esetben, hát náluk vidéken, a kanna alá,
elkezdték önteni, meg súvickolták a egyéves gyerek fenekét, nem voltam ilyen papírtörlő, meg izé nedves törlőkendő, meg utibili, meg a mit tudom én mi, de ezek nem voltak. Tehát akkor egy csomó olyan fölösleget vesz most meg a szülő, amire egyébként nincs szükség, tehát a gyerekvitaminok, amik nem voltak régen, azok most egy új dolgok, amik azért vannak, hogy... A vitamin nem sorolom ide. Mert volt egy vitakolánod, meg azt bevetted, azt kész, de nem volt 600. Jó is az. D-vitaminod, meg C-vitamin csepp formájában, meg omega 3, meg nem tudom. Tehát azért ez nagyon nagy biznisz ez, persze, ami a gyerekekre épül. Persze, meg ugyanakkor nyilván ebben nem csak a vásárlási mánia van benne, hanem tényleg az, hogy gondoskodni akarsz róla. És hogyha azt látod, hogy a két pelenka közül az egyik az olyan antiallergén bevonattal készül, amitől nem fog majd kipirosodni a kis popója, akkor nyilván inkább azt veszed meg. Miközben régebben meg az volt, hogy kipirosodott a kis popó, na akkor kamilás intőporaszt viszont látásra. Azt semmi baj, nem volt is volt tőle. Tehát azt, hogy ne felejtsük el. Én a vitaminos cuccot azt nem sajnálom. Tehát, hogy az oké, ha valaki azt meg tudja venni, ma már nincs a zöldségekben, gyümölcsökben annyi, ha valahonnan tudod pótolni, az tök jó. A legjobb, ha étkezésen pótolod. De az ilyen extrákkal van egyébként. Igen, csak akkor ezt most kitaláltak, hogy vannak ezek a szupicipők, ugye ez a szupinált kivitel. Tehát akkor ez régen sok gyerek nőtt föl gerincferdüléssel, meg rossz gerincsel, vagy akkor ez még nem volt kitalálva, és akkor most vedd meg. De hát mi is fölnőttünk supinált, meg szupinált gerincet. Milyen? De milyen lett, ugye? Persze. Tehát, ez ugyanakkor baromi nagy biznisz tényleg, amivel te át vagy vágva. Vagy akkor nem kellett, de most már kell. Hát olyan régen például. Vagy talbetétek, ugye most bemész egy ilyen volt, és azt látod, ilyen talbetétek olyan egy gyereknek. Tehát mi is fölnöttünk enélkül. Vagy kisgyerek annak idején, már pedig ez azért előfordult, velem is elég gyakran, hogy mezitláb rohangált kiskorába, hát ott nem volt szükség a supinácipőre, mert hogy nem alakult ki semmiféle gerincferdülés, meg nem semmiféle lábnak semmiféle deformálódása, mert hogy gyakorlatilag úgy jártál, amit egyébként a mostani orvosok is, gyerekorvosok is, orvosok is ajánlanak, hogy minél többet mezitláb, mert az a természetes. Nem. Na, nem betét. Volt pénzünk, mezitláb rohangáltam, meg úgy egyébként jól is esett, amíg bele nem léptem egy rozsdás szögbe, és nem kaptam a seggembe egy tetanuszt. Hát, így jártunk, hát az élet velejárója a kaland, ahogy szokták mondani, úgyhogy de mostanában meg ugye annyira hermetikusan el vannak zárva a gyerek a külve, annyira óvják őket széltől, mindentől, esőtől, akármi, hogy aztán ez lesz a következmény. Táposak lesznek? Hát egy picit igen, nem szép sárga a lábuk, mint a tanyasi csirkén. Hát igen, ha csak nem szabad vannak, igen, mondjad Anna. Egyetértek veled, amit mondtál. Hogy? Tehát, hogy hát régen volt egy olcsó talbetét és kész. Tehát fölírták TB alapon, szépen a gyereknek, ugyanúgy megnézte a gyerekorvos, ha kellett, aztán jó napot kész. Egyébként mai világban szerintem az van, hogy keres pénzt és szórakoz. És minél több szolgáltatásra költsél el, minél drágább szolgáltatásokra, ha vannak tárgyid, minél gyorsabban cseréld őket, minél tehát egy év alatt cseréld le őket, és a gyerek ilyen értelemben bizony-bizony egy nagyon nagy pénzköltő lehetőség nagyon sok ember számára. Hát a legnagyobb hülyeségek, tehát mit tudom én, ezek olcsó dolgok, de minek? Tehát babaolló például, a gyerek körmét vágod. Miért nem jó normál olló, amivel én vágom a saját körmemet? Van egy babaolló? Van egy babaolló. Nincs neki hegyes vége, hanem le van kerekítve. Uh-huh. Pontosan, tudod, nem vagy mint az orszörvágó olló, aminek le van kerekítve a vége? Uh-huh. Annyi, 5-600 forint, de hogyha ezt összeszámolt, hogy ezekre a hülyeségekre emberek mi pénzt költenek el, hogy nem gondolja végig, hogy... De és az, hogy csak az első gyereknél van, a másodikat már nem így csinálod, nem? Nem tudom, én nem költöttem az elsőnél sem, mert én ennél sokkal racionálisabb ember vagyok. Nem. Tehát, hogy miért neki nem jó az olló? Hát de tényleg nem. Bébi őr, minek bébi őr? Lehet egyébként bérelni, hogyha annyira félsz, minek 40 ezerért megvenni, hogy lélegzik-e a gyerek? Én a gyerekorvosokkal beszéltem. Mondjuk kövezetek meg, mi abba vettünk egyet, tudom. Jó, megteheted. Nem is működött. De vannak emberek, akik... Kicsit többet keltünk, mert mindenre bejelzett, de azt például, hogy megvettük. Kérjen kölcsön, tehát lehet kölcsön kérni, lehet venni egyébként, vagy lehet bérelni kórházakba, hogyha beiratkozol a listára időbe, akkor lehet bérelni. És akkor az körülbelül havi 3000 forint. 40 ezerért megveszi. Beleroppannak családok abba, hogy fogyasztanak. Bedarálta őket ez a világ. Nem kell, föl lehet nőni bébiőr nélkül, babaolló nélkül, csomó minden nélkül. Igen, szerintem. A babaolló az érdekel. Mi annak idén szabtunk, vartunk, körmöt vágtunk, és a tyúknak a szárnyát kurtítottuk, hogy ne repüljön át a szomszédba, ugyanaz az ollóval. És meg kell tanulni a gyerekeknek, az, ami szerintem nagyon komoly probléma, hogy nem unatkoznak. Mert a szülők elkapatják őket mindenféle programokkal, tehát örökös csimbum cirkusz van körülötte. El kell lenni egy szobába, és meg kell tanulni, de tényleg összeütnek két szintányért, és ott vagyunk. Ha viszed a gyerekedet ide-oda, mert lehetőség van, hát azért az nem akkora baj. De az baj. De a világ is egy kicsit más lett. Hát nyilván te is impulzus függőbb vagy, régen nem volt se lehetőséged, se
pénzed se, az úgy elvoltál. De most az ember elmegy egy állatkert, egy játszóhoz, tehát azért de ezek nem minden nap, Balázs, és nem minden nem minden nap, hát minden nap nem, nem lehet csimbum cirkusz. Csimbum cirkusz, én is minden nap egy cintányér masírozok. Tényleg én ezt gondolom róla, és tudod, félnek attól, hogy valamiről lemaradnak. Ugyanakkor a gyerek nem tanul meg, nem tanulja meg azt, hogy egyedül vagyok, és egyedül vagyok a gondolataimmal. Nézd meg, hogy hány felnőtt ember fél attól, hogy nem mer egyedül lenni otthon, mindig megy valahova, ilyen kényszeresen programokra. Jó, nem mer szembesülni saját. Kell, aki színes fantázia, hogy ő találja ki, hogy ő nézeges nagymesekönyvet, hogy ő találja ki a figurákkal, játszon el. Nem mindig azt, hogy összeütünk két cintáját. A felelőtlen pénzszórás, nem mindig a kajtatás a városban. Nem kell. Igenis, hogy legyen ott a kis szobájában is, az ő kis fantáziával találja ki a szerepjátékokat. És ne zavarja az anyját, ugye? Jó messze ne, legyen ne a szoba másik oldalán. Rajzolgasson, csak síró gyerekeket a sarokba, hegyedül. Nem, de tényleg, higgyétek el, tehát nem kell mindig cirkusz, meg játszóház, csimbom. Meg nem tudom, csimbom cirkusz, meg nem tudom én mi mindent adni a gyereknek. Tehát ezek legyenek ünnepnapok, amikor egy ilyen helyre elmegyünk. Ne az, hogy minden hétvégén megyünk, hát iszonyú, tehát amiket így látok magam körül sok szülőnél, hát borzasztó, minek ezt mindig? De mit látsz, hogy mennek? Örökösen. Játszóház, állatkert, ide megyünk, oda megyünk, cápát nézünk, ebédelünk, hegyet mászunk. Én ezt máshogy látom. Hát ha egy szülő ezt megengedheti, hát én szerintem akinek gyereke van, az tudja, hogy milyen, amikor a gyerek otthon van, és milyen, amikor programozol. Hát a gyerek akkor könnyebb a gyerekkel, ha programozol. Igen. Tehát azért ebben van egy olyan kényszerűség, hogy otthon két gyerek például megöli egymást. De ne ha elviszed őket programozni, akkor a két gyerek levezeti az ennél, elmész kirándulni, elmész bicikizni. Tavasz a nyáron ne legyen sehol. De én nem ezzel nem vagyok, hogy mennyire bicikizni. Félreértettél. Tehát az nem kerül pénzbe. Én arra mondom, hogy mindig adsz neki olyan dolgot. Ez olyan egy kicsit, mint amiről a Tóth Gábor szokott beszélni, úgy, hogy ízrobbanás van a szánkba. Ezt a szót szokta használni. Na, itt meg csimbumrobbanás van. Tehát, hogy megszokja azt a gyerek, és nézd meg a mai srácokat, hogy nem tudnak ellenni egy átlag normál gyerekszobába a saját kis dolgaikkal. Mert mindig kitelt róla a szülő, mert odaadod neki ezt az élményt, ezt az ízrobbanást, hogy mindig van valami nagy hepat. A Disneyland, a Legoland. Igen, és jó, hát nyilván nem ilyenekről beszélek, persze. Kicsit segíted. Igen, hát az macerásabb otthon lenni és a gyerekkel foglalkozni. Ez így van. De megéri. Hamar eljutottunk oda, hogy kövezzünk meg minden szülőt, aki programozik a saját gyerekével. De értem, mit mondasz egyébként. Csak a csimbum cirkusz. Az nincs. Foglalkozni vele, és otthon lenni, és uram, bocsá, egy kicsikét azt mondom, hogy az ő kis lelkét rávezetni arra az útra, hogy bizony egy picikét legyél egyedül is. Na most mi van? Hát azért érdekes a dolog, amit mondasz, mert ugye úgy kezdted el, hogy magára kellene a gyereket hagyni, és hogy találja meg így a saját segítséget. Hát kurigással fakockált ott a sarokba. De nem feltétlenül lesz. Tehát, hogy ne hagyd magára, nem foglalkozzál mondom, vele. Nem azt mondom, hogy csukd be az ajtót. Nem, legyél otthon, és te legyél vele. És magadra csukd az ajtót. És ne az legyen, hogy elviszed a játszóházba, és beereszted 8 kölyök közé, te meg kávézol. Hát ez a könnyebb úgy gyerekek. Az a nehezebb, hogy vele. Na most akkor mi, mert én oda is viszem. Na most a játszóházban mi a baj? Hát a játszóházban a gyerek levezeti a mínusz 8 fok van kint, ónos eső, köcitálás, érted? Hát a gyerek meg ugrál az ugrálóvárba. Hát nem azért ez nem egy rossz dolog. Nem egy rossz dolog, de ne kövessünk meg mindenkit, aki azért játszóházba viszi a gyereket. De én nem azt mondom, hogy elzárom a gyerek elől. Hát nem minden hétvégén. És legyenek olyan pillanatok, amikor az a program, hogy egymással beszélgetünk, hogy mesét olvasunk, és hogy nincs csimbocirkusz. Tehát hétvégén, hanem otthon vagyunk, mondjuk főzünk, mondjuk csak ennyi a program, hogy kimegyünk, főzünk, beszélgetünk. Ezek jó, ebbe igazad van, ez abszolút. És bevonul a szobába, és el van egyedül, és egyszer csak azt szed észre, hogy atya úristen ül az asztalnál, magától rajzol, magától töltöget kis feladatokat. Nagyon sok gyerek ezt nem teszi meg, mert megszokta azt, hogy mindig megyünk. Hát Julival ez egy véglet, amit mondasz, ebben igazad van, ez hát, így van, persze. Nem annyira véglet. Pont a múltkor Julival beszélgettünk, és ő mondta, hogy nagyon nagy bajban van, mert a gyerek minden nap föltesz a kérdést, amikor kimennek az oviból, hogy na, merre megyünk? Mi lesz? Hova megyünk? Mit csinálunk? Mert nem tud élmények nélkül emiatt a ízrobbanás. De a gyerekek ilyenek, Anna, hát a gyereket, hát azért a sok gyereket, a Benni is kérdezi hétvégén szombatra, hogy mit csinálunk ma.
Mondjam, hogy menjél a sarokba fakockázni? Nem, én azt szoktam erre mondani, hogy megyünk. Hallottad, Anna néni? Én is főzök a gyerekkel, meg a Viki is főz. Tehát, hogy nincsen. Ilyen programok azért vannak, de egy 5 éves gyerek nyilván hát nyílik ki a világra, hát ő azért szeretjön. Ugyanakkor el kell lenni otthon, ebben igazad van. Igen. Persze. De csak spórolás miatt otthon lenni, hát az a másik véglet. Hát a kettő között van valahol, kettő persze. Kettő között valahol van, igen. Nyilván minden nap játszóházú viszed a gyerekedet 3000 ér, egy hónap múlva már nem lesz neki nagy élmény. Tehát ebben tök igazad van. Igen. De mondjuk hétvégén kimozdulni, az nem hát baj, nem ördögtől való. De vannak olyan kimozdulások, én azt gondolom, ami hát, nem pénzköltésről szól. Igen, olyan igen, kimozdulások, igen. Hogy fölmész mondjuk kirándulni a budai hegyekbe, az nem pénzköltésről szól. Hát persze, szól. Hát én erről beszélek. Egy rétes ott még belefér? Hát hol? Nem tudom. Ne kapasd csak a folyat. Azért azért csimbumcirkusz lehet. Mondjuk a normafán isteni réteses van. Tehát ha fölmegyünk a Bennybe, eszünk egy rétes csimbumcirkusz, vagy vigyük a kis szendvicset, kenjük meg. Hát jó, csak lesz vele. Nézd oda, hosszú a sor a rétesnél. Igen. Tehát egy csimbumcirkusz, egy rétes, meg egy te a fönt a normafán. És ha leszóratod, akkor az vége. Azért az nagyon kemény. Gábor sörülne, Tóth Gábor. Jó, nyilván van abban igazság, amit mondasz, igen, de azt nem tudom, hogy akkor hogy neve, tehát mitől lett ez a dolog ennyivel drágább? Tehát tényleg, ha a most kiszámolnánk, hogy Balázs. A hülyeségektől mi? Hogy most egy gyerek 5 éves koráig kerül mondjuk nem tudom x 100 ezerbe, a mi korunkban pedig ugyanúgy fölnőttünk, és kerültünk mondjuk 60 ezerbe. Érted? Tehát azért itt a fogyasztói társadalom van nagyon megvezetve. Ez a pali jól csinálja, jól, hogy nincs pórol. Nagyon jól csinálja, igen. Arra játszanak, hogy nem lehet nélküle meglenni. Vedd meg. Nem lehet, nem élhetsz nélküle, rosszat teszel a gyereknek. Amit mondtak itt múlt héten, vagy két hete, árubemutatók kapcsán. Nem tudsz nélküle meglenni. Igen, de kell amikor... neked, hidd el, Balázs, kell. Igen, de amikor első gyereket vársz, akkor nyilván arra törekedsz, hogy minden meglegyen. Tehát a második gyereknek már oda sem ész a sír, a harmadik meg... Azt már az első fölneveli. Azt meg már az első föl... De tulajdonképpen ez egy természetes evolúció, nem, ha így nézed, hogy a másodiknál már nem rohangálsz be, mikor fölsír a szobában, mert már túl vagy a nehezén, már letudtad. Nem, az elsőnél még minden pillanatban vagy légzésfigyelő, mit tudom én, minden szírszar, amit megveszel. Mondom, nem a másodiknál már sokkal nyugodtabb. Nem így működtem az első, mármint, hogy elsőnél se, tehát egy van. Nem tudom, nem így működtem. Aha. De próbáltam mindig racionálisan végig gondolni, hogy tényleg meg lehet nélküle lenni. Meglehet. Aztán rájött el, hogy meglehet. Hogy meglehet. Hát gyakorlatilag minden nélkül. Igen, alapjában minden nélkül. Itt a meleg vizet, itt a tárizsed, zabáj. De nem, én az élmények, a fazockák, játsszál velük. Az élmények az fontos. Tehát amit itt a tanulás után Feri mondta. Tehát azt én maximálisan támogatom. Tehát azt, hogy tényleg legyen. Igen, hogy kipróbálhasson mindent meg a gyerek. Ott nem támogatok mindent. Ja, úgy. Hát persze, tehát, balettet, csak kori, amikor egyszer angol, mondjuk három minden. Külön órára járatják a gyereket, aztán igazából pont azzal nem tud foglalkozni a gyerek, amivel foglalkoznia kellene, hogy gyerek már nem legyen. Érzi, hogy gyerek legyen, hogy játszon, hogy jól érezze magát, de jár zongorára, de jár lovagolni, aztán. De jár angol tanulni, de jár a halál tudja már mire, de mindenhova beiratják a gyereket, mert hogy ő legyen majd a legokosabb, a legszebb, a legtehetségesebb, és aztán szép országunk köztársaság elnökeként végezze, vagy pedig szuper-hipermodellként. Általában hogy... nem is jön be az a tapasztalat egyébként egyre inkább, hogy ezeket így nyomják a külön órát, és a gyerek minden volt, csak gyerek nem, és aztán később ez rakódik rá, és ez csak így nem tudja, hogy mi van. Én a közös programokban hiszek. Igen, meg de nem csimbumcirkusz. Nem. Tehát azért otthon, azért termoszban, a tea és a csomagolt szerint, tehát nincs az egy csimbumcirkusz. Bocsánat, aki cukrászdában eszik sütit, és nem otthon süti, azt csimbumcirkusz szerint. Mert hozzászoktad oda tortához, és nem lesz ünnepnap, amikor születésnap van. Na jó, de ott csak a gyerek csak az ennyiből csipeget. Akkor is csipeget. Azt is csak akkor, hogy leadod neki az alsó asztal a cukrászdába, tudod, ott áll, néz egy ilyen üres kis asztalt, fölnéz rád néha, és akkor leadsz nem kapsz. Igen. Jó, de nem sok igazság van abban, amit mondasz. Na jó, nézzük meg, hogy hallgatóink mind spórolnak, jó? Például olyan szülők írjanak nekünk, akiknek két gyerekük van, mi az, amit az első gyereknél még megvettek, mert bedőltek neki, a második gyereknél már totálisan rájöttek, hogy hülyeség. Mit tudom én, infrás, cumipucoló, vagy tényleg légzésfigyelő, vagy amire egész egyszer rájössz, hogy már nincs szükséged rá, de mondjuk még volt idő, amikor bedőltél neki. Jó, várunk SMS-eket, 3:30, 4 perccel jövünk a hírek után. Most nézem, hogy egyébként ez a pali, ez egy nő. Mi? Ez a Hedy Garlic. Ez egy nő, nem is pasi. Van ahogy... képünk? Megnéztem, igen, Viki átküldte. Ez nő, ez nem pasi. Aki rájött, ugye, hogy spórolni akar a saját gyerekén, és... Vagy azért spórolt, hogy kellett a nem váltó műtétre. A pasiként kezdte el a spórolást.
csak jó összejött, és már nő. Igen. Igen, mondjuk a heti név az... Igen. 2013-ban egyébként ő azt mondja, hogy a gyerek éves nevelési költsége 1307 font volt, Nagy-Britániában 58%-kal több, mint egy évtizede. Tehát, hogy ennyit emelkedett igazából. És akkor itt levezet, hogy mennyi megy a ruhákra, hogy cserélgeti a ruhákat, meg a turkálóba jár, meg használt ruhát vesz a gyereknek, hogy ez sokkal olcsóbb. Miközben nyilván lenne pénze megvenni a játékokat, és azt mondja, hogy ugye, hogy a tapasztalata az, hogy miért költene új játékra, ha perceket köti le csak a kis Johnny-t, miközben órákig képes várat építeni kartondobozokból. Ugye? Uh-huh. Tehát, igen. Hogy... Mondjuk ez egy pozitív. Ez a tapasztalat. Ez jó. Egy pozitív példa ebből a szempontból, mert annak pont erről beszélt, hogy a legtöbb gyerek az nem tudja magát kreatívan elfoglalni úgy, hogy adott esetben nem cipelik ide, nem vesz neki új ajándékot, stb. Na, a Hetinak például a gyereke úgy látszik, hogy el tudta magát foglalni, meg megtalálta magának a helyes utat. Hát miután a kis Heti át lett szoktatva, mert itt volt egy átnevelő szoktatás azért. Egy tábor. Egy tábor, igen. Na nézzünk egy-két SMS, mert van egy-kettő. Azt mondja, hogy ugye nagyon sokan írnak, hogy mind tudnak spórolni az első és a második gyerek között. A nejem szerint a második gyerek után leginkább a szex szerint szüksége. Sándor küldte nekünk. Nagy a baj. Igen. Az első gyereket lejti a cumiját, megfürdetted a gyereket, kifőzöd a cumit, igen, beletölöd a cumit a pulcsitba, a második, a harmadik gyereknél meg a kutyát küldöd a cumiért, írja nekünk egy hallgató. A sterilizáló eszközön sokat lehet spórolni, fölösleges pénzkidobás, ugyanígy a babyőr, az elektromos babahinta, és még sorolhatnám, üdv Réka. De mennyi minden szart vesz meg a gyerek? Az persze, nem? Meg ugye a kifőzés a legjobb sterilizálás, tehát hogy ezek a mindenféle ilyen fényes, olyan fényes sterilizáló eszközök. Ott van egy lábas, ott van víz, fölrakod a tűzhelyre, kifőzöd, az kész. Ennyi. Mutatom, hogy hogy sterilizálod fölrakod másodjára. A tűzhelyre. A cumit így sterilizálod másodjára. Ja, nem, csak olyan fura volt tűzhely. Nem szoktam így hívni, hogy fölrakom a tűzhelyre. Melegítsük meg a tűzhelyre, az étel. Neked lábosod sincs, ugye? De van. Így hívott, hogy lábos? Nem, edény. Lábosnak nem nagyon. De tűzhelynek, tűzhelynek sem nagyon. Három gyerekem van, és az elsőnek WC ülőke szűkítőt vettem, a harmadiknak már fel se hoztam a pincéből, többször belecsúszott a fej, és a térdtől látszott, ki írja Berni. Az első gyerek autóülésben utazik, a második már a csomagtartóban. Írja nekünk egy hallgató. Az első gyereknél, amikor lenyelt egy pénzérmét, még szaladtunk az orvoshoz. A másodiknál, amikor lenyelt egy pénzérmét, figyeltük a székletét. A harmadiknál, amikor lenyelt egy százas, levontunk a zsebpénzből. Ez egy vicc egyébként, igen. Nekem nincsenek tapasztalataim. De ez tényleg így van, hát ez a természetes útja a gyerekvállalásnak, hogy azért már kevesebbet stresszelsz. Igen. Anna ezzel a Csimbum cirkusszal, te teljesen. Hát rengetegen írják, hogy új műsor cím. Csimbum cirkusz. Engem. Az elsőnél még vettem pár üdítőt is a tejfakasztóra. Felesleges, csak alkohol volt a második. Hát igazad van. Én gyerekként tudok hozzászólni, tesóm kapott bicajt, én az övét örököltem, 13 évesen tanultam meg rajta bringázni, amikor az első mountain bike-et kapja, és a saját fizumból vettem 17 évesen. Írja nekünk egy hallgató. Nekünk három gyerekünk van, amikor az első megszületett, 17 éve vettünk a kiságyra 6500 forintért nem tudom micsoda, ugye ilyen baldahimot. Igen, ez a baldahimos ágy. Ugye hát van a gyerekágyak baldahim, nem is értem. Ez a sátorszerű igom. Mikor jött a védőnő, első nap azt mondta, hogy dísznek nem rossz, de azt ajánlja, szedjem le, mert csak beszorul a levegő a kiságyba. Az második gyereknél már nem volt. 6500 forintból akkor hasznosabb dolgot is vehettem. A babaollót persze mi is megvettük. Szép napot, Hajni. Hát igen. Mennyi hülyeség, mennyi pénz, mi? Amit az ember elköln. Én gondolkodtam rajta, hogy mi volt olyan komolyabb befektetés. Komolyabb befektetésünk nem volt. Amit teljesen feleslegesen vettünk meg, az a mobil orszívó volt. Én az orszívóról azt gondolom, hogy ami ugye a porszívóra csatlakoztat, hogy az egyik legbrutálisabb, de ugyanakkor az egyik leghasznosabb eszköz is akkor, amikor tényleg a babának be van dugulva az orrát. Régen erre semmi lehetőség nem volt. Mondják, van egy ilyen városi legenda. Lehet, hogy nem városi. Anyú szájjal. Így van, a biovákummal oldották meg a dolgot, és akkor a mama kiszipantotta. De hogy mi megvettük ezt a mobil orszívót, semmit nem ért, tehát gyakorlatilag sem, ami kétszer üzemben működik, az már eleve nem lett, de mi nagyon hittünk benne, aztán elvittük, na pont ennyi volt.
amennyi hát hangja volt, annyi hatás volt, az semmire nem volt jó, azt megvettük, egyszer vagy kétszer megpróbálkoztunk vele, az egyszer vagy kétszer azt jelenti, hogy bal megor, meg jobb orjuk, és aztán kész. Azóta dobozban is van. Miért nem adod el? Nem akarsz átverni másokat. Mi nézd meg, milyen áldott jó ember. Látod, ő belefutott a rossz orszívóba, nem adja tovább. Figyelj, én... Dobd fel a vatenára, hát 2000 kapsz érte, megvan belőle három sütét. Kell a francia, odanom bárkinek, hogyha még megvan valahol velünk kotorom. Azt írja nekünk egy hallgató, igen, hogy a témához kapcsolatban olvashattuk el feltétlenül nagy igazság a keresőben, hogy a 80-as évek előtt születettek, azok hősök, van egy nagyon jó cikk erről. Tamás írta nekünk, igen. Hát más volt az a világ, tehát ezt én is tudom, mindig eszembe jut, amikor most vettünk Somárnak kellett egy nagyobb gyerekülés, 30 rugacs, mondom, jaj, de jó, és eszembe jutott, hogy mi ültünk a trabi hátsó ülésén, csak azt ugye ne feledjük el, hogy korán sem volt ennyi baleset, A, B, és nem mentünk ennyit, mint például mi most megyünk, tehát hogy nem is nagyon ültünk be a kocsiban, mert átszaladt egy gyalog új kígyóson a rokonokhoz, haverokhoz. Hát vagy Szamárháton. Hát esetleg az is, ne, az drágább volt. Vagy, nem. Ja, nem mentetek, ne, nem? Ja, megéhezett a Szamár estére, nem? Szamarat erre. Hogy lehet? Istenem, a tudatlanság. Na, szóval, hogy nem mentünk ennyit, és nem volt ennyi forgalmi vagy közúti baleset sem. Úgyhogy tehát, hogy van magyarázat erre, és hogy akkor nem kellett volna nyilván, de nem volt, nem is ismertük. Szerintem is így van, tehát azért, mert mi felnőttünk telefon nélkül, azért most te ne vegyél a gyerekednek telefon, tehát azért van a világnak egy természetes fejlődése, nem? Tehát uh-huh. Ez nem volt telefon, de most van. Igen. És akkor majd 14 éves ezt a gyereket is azt mondjuk, hogy ne vegyél, mert mi is felnőttünk. Hát miért ne? Tehát azért, mert nem volt. És nem azért nem vettük, mert volt, de nem kaptuk meg, mert a szüleink szigorúakodtak, hanem azért, mert akkor nem volt. Nem? Így van. Tehát most meg lehet venni egy 14 éves gyereknek egy telefont. Nyilván nem okos telefon, amit internetezik, de miért ne lehetne telefonja? Hát ha te azon eléred, és az ad egy biztonsági érzetet. Hát a mi szüleink is megvették volna, ha lett volna. Lehetőségük, meg lett volna a telefon. Volt, tehát vonalas sem volt, meg ha beszélt az Iker, akkor ugye hello. Ott megfulladt valaki a lakásba, mert nem tudtam mentőt hívni. Tehát ugye azért egy csomó mindent az, a mai megvételben az van, hogy azért veszed meg, mert régen nem tudtad megvenni, mert nem volt. Mi is felnőttünk persze telefon nélkül, de most azért ne vegyek a gyereknek telefon, mert mi is felnőttünk. Igen, igazad, csak akkor használja arra, amire van az a telefon, és ne az legyen, hogy gyakorlatilag nem látod máshogy a gyereket, csak úgy, hogy a kezébe ott van, és akkor egész nap az a bajlódik. Hogy ne döbbenjél rá arra egyik pillanatban, hogy itt tudom én vissza szobában, hogy azt látod, hogy be van kapcsolva a tévé, be van kapcsolva a számítógép, a laptop, és egyébként meg a telefon babrája. Tehát akkor értelmesen töltse az idejét ettől függetlenül. Telefonnal telefonáljon. Ha szükség van rá. Ha nincs, akkor meg tegye el szépen, aztán ne játszadozzon vele. Igen. Na jó, van, köszönjük szépen az SMS-eket, jó? Befejeztük ezt a témát. Óven bácsira és Beru nénire nyitunk rá már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafan csalogányai. Halló, jó reggel! Halló! Hello, Gábor! Halló, sziasztok, Gábor vagyok. Szia! Hello, Gábor, honnan jutsz minket? Gyöngyösről. Gyöngyösről, mit csinálsz ott? Hát egy hűtéstechnikai cégnél dolgozom. Most nem sok meló van, mi? Hűtés vagy fűtés? Most van csak igazán. Ja, fűtés, ja. Hűtés. Ennyi, akkor mit hűtesz? Hát kit teszed? Hát minden, hát hűtőd is van otthon, mégsem akarsz ki a cuccodat, gondolom egész nap a hidegbe. De, én kirakom. Igen, az ember kicsit arra gondolsz, hogy hidegben nem kell, de hát azért nyilván, ha mondjuk hűtőszekrényekkel foglalkoztok, meg stb., akkor azért arra szükség van. Hát a hűtőszekrénytől egy kicsivel nagyobb dolgokkal, de hasonló a dolog. Ha devi hűtőházakat forgalmaztok? Így van. Nagyon megcsillant a szemed, igény van rá? Nem gondoltam, hogy mobil hűtő. Belső sípáljára a ház mellett. Csibum cirkusz, nem kell gyerekek. Nagyon szívesen nektek is. Tényleg? És ezek mekkorák ezek a hűtőházak? Kicsit olyan nagy, változó. Uh-huh. Ez gondolom inkább ilyen multiknak, meg cégeknek, nem? Tehát ez nem... Hát így van, igen. Egyéni felhasználásra. Jól van, ki szoktad találni? Óven bácsi, szokott menni? Sokszor igen. Reméljük most is sikerül. Na, mutatjuk, mit csinálnak, figyelj. Csimbum cirkusz van a gyerek, hozzászokott. Van a gyerek. Nincs baba őr, mert nem rohannak be, látod? Igen. Szegény sír egyedül. Na, mutatjuk, mit énekelnek, figyeljem. Ez ultra rövid. Ez nagyon
kívántam. Extra könnyű. Hát ez nagyon jó volt. Valamikor mehetett napot föl, de ez jó volt. Hát mert ismerted. Igen, mászik. Mászik. Imádtam a rosszot. Jól van, Gábor, nem is vettünk ki semmit az ajándékcsomagból, úgyhogy megvan az egész set, mert annyira gyorsan ment, hogy nem tudtunk mit csinálni. Nagyon szépen, jó? Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Köszi a játékot, Gábor. Én köszönöm. Sziasztok, szép napot nektek. Szia. Ciao. Elvárom. Mennyibe kerül egy hűtőház? Drága egy ilyen? Biztos. Biztos. Hát, hogy mekkorát kérsz. Azért gondoltam, hogy ilyen belső sípáját lehetne csinálni valahol. Aha. Veszünk egyet. Dubajban van? Vagy a Dubajban van egy bevásárlóközpont, igen, azt láttam, sielni nem sieltem, láttam. Hát szörnyű. A sivatag közepén, tehát aronyrázásnak. Tulajdonképpen semmi értelme. Most már meg tudják azt csinálni, hogy havazzon bent. Tehát tud havazni. Hóágyúval ugye visszapörgetik, és bemész a 30 fokból a klimatizált bevásárlóközpontba, és az elsétálsz a legvégül, és ott van a sípája. És havazik. És úgy mennek benne az emberek, hogy havazik a sivatag közepén. Érted? Na, az a csimbum cír. Hát annak aztán az ég egyet a világon semmi értelme. És bemész fürdőnadrágot, bérelsz magadnak tucot, felvonózol, felülsz a felvonóra, benne a bevásárlóközpontban, fölmész a bevásárlóközpont tetejére, és lecsúszol. Hát gondolom 30 méter, nem? Vagy nem, egészen nagyra megcsinálták, igen. Igen. És akkor szépen beállsz a sorba, felvonózol, aha, és csúszkálsz. Úristen. És az egész így meg van emelve, mint egy hatalmas nagy űrhajó. Tehát már a bevásárlóközpontot látod kívülről, mert ugye a sípája az egy ilyen nagyon magas, ilyen ferde toronyszerű képződmény. Amit látsz, és akkor ott mész közben, te vásárolgatsz, és az üveg másik oldalán, még síszemüvegbe, sapkába, kabátba, mindenki siel. Rohadt fázósan, mert a 40-hez vannak hozzászokva. Igen, pluszban. És turisták mennek el, tehát Dubájba mész, akkor ott tudsz sielni. Annak az így a világon semmi. Ez az Egyesült Arab Emírségek az utolsó ország, ahová elmennék. Egyszerűen nem érdekel. Na ott, Anna, te ott kész lennél a Csimbum cirkusztól. Tehát ott... Na, ha valaminek nincs értelme, az az. Mi ez a századik emelet? Fúj! Fú, igen. És képzeld, honnan jössz vissza új síelésből, hogy nem tudtunk fölmenni a hegyre, mert folyamatosan fújt szembe. Ezért mondta a srácok, hogy ne, inkább város néztünk. Olyan havazásról nem tudtunk fölmenni a Dubai bevásárlóközpontban. Igen. Kíváncsiságból megnéztem, és elköltöttek rá nem tudom hány millió dollár. Brutális nagy ventilátorokat hozattak, amivel megoldják ugye a 30 fokban, meg 35 fokban, meg 40 fokban a hűtés. Gondold, hogy mi energia megy el? És ez a sivatag közepén van ez a bevásárlóközpont, tehát nem is a tengerparton, ott valahol egy ilyen nagy mall center, és akkor ott van benne a sípája. Fú, nagyon, nagyon kiábrándító. Hát el kell valahol vinni a gyereket, tudják már az éjjel-nappal homokozást. Jó, hát te is csak homokozni tudnál, néha örülnél, hogy tudsz sielni. Igen. És van benne egy hűtött hűtte, írja valaki. Na, azt nem tudom, lehet, hogy hűtét is raktak be, igen. Igen, az vicces. Simán tudsz egy forradbort inni, igen. Na, jó van. A kislányom holnap lesz 10 éves, okos telefont vettem neki ajándékban. Na tessék! Na? Ez most Csimbum cirkusz? 10 éves? Szerintem hát nem. Azt kell mondanom, hogy nem. Már nem. Mi az okos? Hogy okos kell, hogy legyen 10 évesen a telefon? Vagy nem kapsz már nagyon más. Egy Nokia 21-10-es mázé nem tudsz neki, vagy Ericsson 198-as mázé, ő ritkán van. Jani csak előveszi a fiókból a régiket. Vagyjuk az is igaz. Igen, ha beérni vele a gyerek, érted? Igen, neked még ott van a 21-10-es volt, a kihúzható antenna, az megvan? A kocka alakú nagy... A kihajtatós. Az ugye az Ericsson 198 volt, amit hajtottál, igen? Meg volt a Nokia 21-10-es, ami ilyen kocka alakú volt féltégle, és az antennáját így kihúztad. Összedugt is, és az övedre tudtad csatolni, és ott lógott. És aztán jöttek a Samsungok, aha, meg ugye az Ericsson T15-ös, tudod, ami egysoros kijelzője volt, polifonikus csengőhang, vagy kora dolog volt. Mi? Dolog. Mi? Azért az nagyon-nagyon szép volt. Színes kijelző, Jézus! Hát ez óriási volt. Van friss közlekedésünk, 10-es út Pilisvörösvárra lerobbant, busz áldogál Budapest felé, feltartja a forgalmat, és emiatt hatalmas dugó van. Tata és Budapest között pedig 40 percet késnek a vonatok, az okát nem nagyon tudjuk. Köszönjük szépen, 3 perc múlva 8 óra, jövünk a hírek után. 8 óra múlva 9 percen, hello, mindenkinek jó reggelt kívánunk. Itt vagyunk már újra 3-8-tól, mérnek Iharos Berényben a Dózsa utcában. Slash küldte nekünk. Köszönjük szépen. Könyves Kámen körúton a rendőrség megállította a 103-as buszt Buda felé. Vezető oldalon mindenkit leszállítottak. Egyelőre nem nagyon tudjuk az okát, hogy miért. Aztán ugye beszéltünk a dubái síközpontról, ami ugye Dubájban van egy bevásárlóközpont, valaki megírta, hogy van hűtte, de alkoholt nem tartanak, és a síbérlettel utána átmehetsz a csúszda parkba. Mert az is van. Hogy azért miféle eszelen pénzszórás ez, nem? A sivatag közepén sípálja. És utána átmehetsz a csúszda parkba. Mert hogy az is van. Két belépő,
Vagy egy belépő két helyszín. És mehetsz hüttézni is, ha szeretnél. A dubai sipályhoz Dunaújvárosból vitték a klímákhoz a transformátorokat. Ez rally driver. Legalább valami hasznunk volt belőle. Na, hát igen, ha már nem nálunk van ez a sípálya, legalább adtunk egy kis alkatrészt. Azt mondja, hogy a dubai sípályán nem turisták vannak, hanem a helyiek, akik még nem láttak havat. Írja Ildikó. Egyébként igen, ott sokaknak új, tehát ott a legtöbb embernek fogalma nincs, hogy mi az a hó, elmennek megnézni. Ez egyébként tényleg így van. Hallom, meg lett a japán bringásnak a bringája? Igen. Na, bol a piacon. Hát föl, ott állt, azt hiszem 20 ezerért árulták, vagy 10? 20. 20 ezer forintért árulták, és nagyon jó, mert a székesfehérvári rendőrség kitalált egy ilyen weboldalt is, ahol ellopott bringákat lehet kerestetni, oda is föltették mindenhogy, és így ismerte föl valaki, és mondta, hogy nem tudom, tesó, hogy ismered-e a bringa tulajdonosát, de én igen. Egy japán fiatalember is nagyon fog neki örülni. Úgyhogy nem tudom, hogy a rendőrség foglalta-e vissza, meg hogy került hozzá, aki árulta. Állítólag cserélte. Aha. Állítólag cserélte egy másik biciklire. Igen, ilyenkor kérdés, hogy ugye azt, aki árulja, az elvileg nem tudják rábizonyítani, hogy ő nem. Lopta el, nem? Szóval, hogy azért, mert árulok valamit, hát elcseréltem, jött valaki, adod a bringát, jó, cseréljünk, elment, én meg eladom az ő bringáját. Tehát, hogy ez ilyenkor nehéz bizonyítani. De ugye valami világjáró japó volt, nem? Igen, öt éve járta a világot, és nagyon a szívéhez nőtt, mert egyébként ahogy ellopták, azonnal felajánlottak neki ringát, többen is, és mondta, hogy hát nagyon köszöni, de ő szeretné a sajátját visszakapni, mert van egy érzelmi kötődés. Mégiscsak 5 éve ugyanaz a nyereg van a fenekedben. Igen. Nem ugyanaz. És egyébként egy ritka Honda bicikliről van, szóval legalábbis az én személyiségem. Én azt nem értem, hogy ezen hogy lehet nem 5 évig járni a ringát, hogy lehet az Astoriától a Blahaig eltekerni egy ilyen ringát, vagy ilyen kempingszerű, láttam a fotót. Hogy ezzel hogy tudott ő 5 éven keresztül túrázni, hogy ezt miért nem lopták már előtte tőle, és vitték el valahova. Mert máshol a tolvajoknak van ízlése. Hát igen, Magyarországon vitték. Az évszázad legrondább bringája. Valami nagyon komoly high-tech versenybiciklire gondoltam, de egy csak 5 éve járod a világot, hát azért úgy valamit van. De egy ilyen összehajtató kempingbiciklihez hasonlít. Mindenféle villanófényekkel, meg kürtel, meg dudálva. Nagyon fura, már csak a kártyák hiányoznak a küllők közül, hogy kerepeljen. De egyébként tényleg ilyen hangja legyen. Na mindegy, csak olvastam, hogy örültem, hogy ugye egy motorosnak pár évvel ezelőtt itt lopták el a motorját. Szintén Japán, ugye 6000 éve volt úton, az utolsó szamuráj eljött ide, elvitték a motor. Most meg a bringás, de hogy mindenki egyöntetően kereste ezt a biciklit, és meglett. Ez egy ilyen kis pozitív történet. Mondjuk az, aki árulta, az valószínűleg nem sok tévét nézett az elmúlt napokban, híradót, stb. Meg hallgatott rádiót, mert ugye elment a füle mellett az info, hogy ezt a biciklit keresik. Na jó, de ő nem tudta, hogy milyen bicikli, mert nem, most volt először de kép a bringáról. Mondom, hogy valószínűleg akkor nem nagyon nézte a tévét, meghallgatta a rádiót, mert mindenhol beszéltek erről, meg is mutatták. Mutatták magát a bringát? Persze. Mert én csak most láttam, amikor már meglett. Igen? Az interneten is fenn volt egyébként, azon a hírportálon, ahol közöltek róla, de egyébként ez aztán szétspriccel, tehát hogy már mindenhol átvették az infót. Aztán ráadásul ugye az anyacsatornánk híradójában is láttuk. Ott is megmutatták. Szegény. És akkor most elment, elbúcsúzott az országtól, és tovább? Nagyon gyorsan elhagyta. Azért még itt kell lenned 2 napot, azért nem. Így alszol a bringáddal. Igen. Na mindegy, egy kis pozitív történet volt. Budapest felé a hajdunánosi kijáró előtt mérnek. Ez az M3-ason történik, ez Pitkin küldte nekünk. Köszönjük szépen. A Kékestetőt pedig jelenleg hóágyúznak, csak mondom. Na! Hát most már nem olvad el, lehet is. Egy picit vastagítják azt a 13 cm-es havat, ami jelenleg fenn van az OMS szerint. Hogy egy komolyabb hegyünk sincsen, de tényleg nem? Mi az, hogy nincs? Hát gyerekek, hát nincs, hát most én 1000 értem. 1000 méter, hát nem rossz. Nem. Most miért a dánoknak, vagy nem tudom, a hollandoknak ennyi sincs. Na, de nekik legalább vannak jól. Csatornái, a szélmalmuk meg, pipacsuk meg, fapapucsuk meg. Meg amit még mellé vizionálnak. De így van. Tényleg, nem. Ekkora nekik mindenük van. Tengerünk sincs, hegyünk sincs, tehát itt így... Alföldünk van, gyönyörű. Így van. Hortobágy ott meg van. Meg van Balatonunk. Na, meg annyi természetes hőforrásunk, ami sehol az egész Európában. Annyi természetes hőforrás? Igen. Természetes hőforrások, meg hát ugye nagyon jó kis gyógyvizeink vannak, stb. Azért van itt is egy csomó szépség. Hegyünk az most nem. Jó, nem tudunk veled szembe menni, az egy nem oda. Sok van.
Igen, nem, gondolkoztam az osztrákoknak ebből a szempontból azért milyen jó, hogy kicsit akarsz, akkor van 600 tó, ahova le tudsz menni, kicsit fel tudsz menni a hegyekbe, tehát hogy nem kéne, hogy egy ilyen 2000 méter már elég lenne, ott azt már ott meg lehet oldani. Tehát náluk sincsenek olyan nagyon-nagyon magas hegyek. Tehát így 2000-ről azért már úgy lecsúszkálsz egy kicsit. Hát igen, jó, meg, nekik meg nincsen olcsó fogászati kezelésük, az meg nekünk van, ide azért jár az járnak ide. Na. Igen. A mi porcelánunkkal a szájukba rohangálnak. Nem, hogy hülye bőrgatjába, izé mások fenekét paskolnak. Jódlizba ott nem tudom, kecskéket molesztálva. Ha nem szívesebben vagy akkor itthon? Igen. Na jó van. Azt olvastam egy kutatás szerint, azok az igazán népszerűek a munkájukon, akik valamilyen becenévvel rendelkeznek. Azokat kedvelik jobban, és azoknak nagyobb a közösségi szimpátiája, akik valamilyen becenében rendelkeznek. És ha nincs beceneved, állítólagosan a munkahelyeden kevésbé szeretnek. Aha. Ha beceneved van, akkor te szerethetővé válsz, és utal rólad, vagy utal rád valamit, vagy elárul rólad valamit, inkább így mondom. De mert ennek van értelme. Gúnynév akkor is? Hát a gúnynév akkor nyilván akkor nem. Nem, ugye? Tehát az ilyen kedveskedő, egy picit kedveskedő, az a mester, meg a nem tudom, mik vannak, milyen becenevek vannak. Hát van sokféle, de mondjuk én annyiban nem írom arra ezt a kutatást, hogy én a legjobban innen az Árpit szeretem, és neki nincsen beceneve. De mégiscsak ő a vezér. Jalla! Jézusom! Ő annyira jó fej. Igen. De ő csak Árpi. Igen. Hát, szóval, hogy nem, a kutatás az, hogy megnézték, hogy kiket kedvelnek jobban egy-egy kollektívában vagy munkahelyen, és az egyik nagyon fontos alapismérő volt ennek a kutatásnak, az, hogyha valakit becézni tudnak, akkor annak van valamilyen tulajdonsága, és ha beazonosítható a tulajdonság, és van egy becenév, az elvileg jobban szerethető ember. Hogy mit tudom én, valahogy kinéz, vagy valamilyen szokása van, akkor azokat sokkal jobban szeretik a munkájukon, mint ha valaki csak Kálmán. Aha. Tehát, ha vagy Olga. Mint például Feri. Kálmán. Igen. Vagy ha Kálmán engem, Olga. Engem például, nem tudom, dioptriáznak a szemüvegem miatt, akkor szeretnek? Hát. Mert nem érzem belőle. Nem, várjál, tehát a gúny neved van, az megint más. Aha. Tehát, hogyha gúnyolnak, az nem. De ha van egy 70-es becenevet, egy Pufi, és akkor mit tudom én. Aha. Azt se érzem. Az is elismerő. Nagy hát, de ugye? Ott is azt érzem, azt hogy az a bérhetetlen szeretet. És mi a Pufival mi a baj? Hát a Pufi az tök cuki. Tehát a Pufiban nincs bántás. Tehát a dagadban van, aha, nem? Meg gyere már kövér, vagy nem tudom, de az, hogy valaki... gyere már pocak. Gyere de Pufi. De a Pufi azt szerintem az egy ilyen helyes, ilyen kedveskedő, egy ilyen... Az egy is legkezelő azért. A Pufi? Igen. Tehát Pufi, gyere már. Kicsit. Szerintem a Pufi cuki. A Pufi önmagában már egyébként. Mert nem vagy Pufi, biztos azért. Igen? Azért a Pufik érzel. Nem szeretik a Pufit? Szerintem annyira hát, nem. Igen. De nem, én az... nem vagyok Pufi, tehát nem tudom. Most azt mondom, hogy gyere Pufi. Abban van egy ilyen gyere Pufi szeretlek. Aha. Gyere már ide dagadt. Dagi. Gyere Dagi. Dagi, az is. Hát a Dagi az már számomra kevésbé kedves. Aha. Mitől szeretnek jobban valakit, akinek van becenevén? Ezt szeretem. Nem tudom. Nincs becenevén, én akárhányszor akkor becéztem valahogy a Jenőt, mindig megsértődött. Hát... Igen, és még nem is hallott minden. Szóval miért szeretik azokat az embereket jobban? Mert azt becézed, akit szeretsz. Igen? Aha. Tehát az egy ilyen érzelmi kötődés? Igen. Uh-huh. Hogy van ugye a sima ilyen kicsinyítőképző, Janika, Ferike. Az is annyira. Már az is? Annyira, nem? Annyira. Ezek voltatok gyermekkorotokban? Janika, Ferike voltatok? Igen? Én Balázska soha nem voltam már is. Csak a szüleim hívtak így. Egyébként csak a szüleim Janikáztak. Aki manapság Janikázik, az nyilvánvalóan le akar kezelni. Tehát, hogy... Hát miért, ha most ugye Rócson vagyunk valahol vidéken, és azt mondja, Janikám! Nem így szokták. Ja, úgy, ott azért érződik. Aha. Ott azért az rendben van. Janika, tehát, gyere már érzed ide! A hangsúlyban mindig, hogy ki akar tényleg közvetlenül barátságosan oda menni hozzád, megszólítani, kérni tőled valamit, mert ki az, aki így... Janikám, maradjam, Janika. Janika, hozzám egy ajándékot. A Janikám egyébként, ez a birtokos jelzős formája, ez például általában kedves, meg aranyos, ez szimpatikus. A Janikázók azok, akik általában csak így... Akik kihúzzák igen, akik a gyufát nálad, akik igen, annak örülnek, hogy magasabbak nálad. Nálunk vannak becenevek? Itt nem csak a Morning Show belül, hanem a rádióban. Tehát mondjuk a... Hát nézd... Aki mi elmondható. Örülök, a keresztneveket megjegyzem.
Pont azért gondolnám, hogy kiváltod ezt. Van. Hát megpróbálom legyen a becenemeket megjegyezni, azok rövidebbek. A Karolina például az a kislány. Igen, a kislánynak hívja. Hát a Karolina kislánynak hívom, hát igen. Mondta a kislány itt a hírekben. Nem jó? Mi vannak egyébként? Hát jobban szeretjük azon kollégáinkat? Én egy becenemet nem tudok, de hogy ti se nagyon. Én nem Gyulát gyugyózom. Gyugyó. Aha, Gyugyika. De tényleg. Szereti, hogy egy lassan 50 éves ember gyugyózol? Szerintem igen. Igen? Én ő igényli a törődést? Én szeretem nagyon a Gyulát. Tehát például a múlt csütörtökön 5 perc alatt itt volt, nem tudom, Érdről vagy és tudod, miért volt itt egyébként? Mert itt aludt a izélőt a rádió. Nem, előtt. Azért, mert én azt mondtam neki, hogy legyen kedves, cseréljen már ki 2 izzót a szerkesztőségébe, és ő elment hajnalban vásárolni valahol, hogy energiatakarékos izzókat, amikre aztán nem volt szükség. Hát ez volt az egész. Megjelent itt, hajnalban, 6 órakor az első rögtön, tényleg az első hívás után egy szatyor energiatakarékos izzóval. Ő egyszerűen leállíthatatlan. Ő de mi szólt, hogy valami kiégett, jöjjön igen, egy nappal előtte szóltam neki, hogy a szerkesztős szobában 2 nem világít. 2, azaz 2 darab izzó, és ő intézte is a dolgot. Aztán kiderült, hogy valami más volt a probléma, mert hogy egyébként világítottak. Na de mindegy, szól. Na de ezért tudott itt lenni, hogy igazi profi, persze. Na ő nekem a Gyugyi. Vagy Gyugyó. És szerintem szereti. Vagy legalábbis még nem mondta, hogy ne szólítsam én. Az a rossz, amikor beleragadsz egy olyan becenébe, amit utálsz, de már mindenki úgy hív. Nem? Tehát amit nem szeretsz, de már valami elterjedt rólad, és abból már nem tudsz kijönni. Nem? Neked volt ilyen? Bármi is? Amire mondtad, hogy... Nem volt ilyen, igazából. Olyan becenév, amit rád ragasz. Azért már inkább egy tulajdonság alapján van. Tehát a büdös vagy, nem? És akkor... Igen, az kellemetlen. De csak a büdi leszel, nem? És akkor úgy hívnak. És ide után már, ha bekerülsz egy új kollektívába, nem kérdezik meg, hogy miért hívnak úgy, csak az a neved. De azt te tudod, hogy gyerekkorodban azért kaptad, mert büdös voltál. És így éred az életed. Nekem az egyik legnagyobb ilyen kakuktojásom, ugye Ördög Tibor művész úr, aki így megvan. Ördög Tibor? Aha. Csipa. Na. Igen? Tehát az, hogy ő mikor szerethette meg a becenevét. De igen, tehát vagy hogyha először megszólítanak így, akkor nem szólsz, hogy így ne. Igen. Tehát ez a folyamat, ez megállítható. Úgy tudom, amikor az első emberre rászólsz, hogy ezt ne, akkor a többi se fog, de ha ezt hagyod. Kis Csipásnak hívták eleinte, hát nyilván akkor még így zsengébb fiatalabb korban lehetett, és aztán így rajta maradt, és akkor így valahogy így beégett. És megszereted? Hát. Tehát vannak bizonyos szavak, nem amiket tudom, nem tudsz megszeretni. Nem? Csak megszokta legfeljebb. Igen. Szia, Csipa vagyok. Hát. Az a te bajod, nem te? Most korábban lefeküdj. Most ki? Igen, feküdj le hamarabb, kelj föl korábban. Igen, és egy jó arcsöblítés. Lehet, hogy sok mindent megold. Hello, Juli! Ha-hó. Nekem az volt a becenevem, hogy Mantis is a bum bum. De ez még a kölyök időben, nem, vagy hol? Nem. Édesapám ragasztotta rám ezt a nevet, Manci Tica bum bum, hogy ez honnan jött. Azt nem tudom, és egy idő után már csak bum bum voltam. Bum-bumnak hívtak. És a család össze, hogy bum-bum boldog karácsony. Hát bum-bum. Nem bum-bum boldog karácsony, csak úgy, hogyha mondjuk elkiabálta magát a lakás végében, akkor nem azt mondta, hogy Julcsikám, hanem azt mondta, hogy bum-bum, gyere ide. Ó, mindent értek. De veszélyes volt. Ezért ez így ebben a fordítom. Nem. Hát, de hogy honnan jött, hogy Mancic a bum-bum, fogalmam sincsen. Anyám szenten bentem volt, én Mancic a bum-bum. Apád? Tól szintén? Aha, hát... Mindent értünk, Juli. Megvan. Apa, neurologikus pontja a családnak. Nem boldogult az igazi nevetekkel? Vagy? Igen, de nem tudta megjegyezni, vagy mi van? De azt mondom, már most nem tudom megkérdezni tőle sajnos, mert meghalt, hogy honnan jött ez a név, hogy bum-bum, de egyszer csak elkezdett bum-bumozni. A férjem egy időben úgy hívott, hogy Macó, amikor összeismerkedtünk, az a szerbül cicát jelent, és, de aztán elment rólam ez a név, amint feleség, tehát, hogy anyuka lettem. Igen, elmúlt. Hát ahogy is sok más dolog a legyőzben. A Mácó elmúlt, és még annyi, hogy sok minden más is elmúlt, igen. Utána csak macska lettél, aztán most egy ilyen... Igen, egy ilyen herélt valami. Most már pedig a héj. Héj, hagyj aludni. Szóval én bum-bum. Bum, és még 14 évesen ballaktál, és akkor jött, hogy bum-bum. Boldogballagás? Elég következetesen, igen, bum-bum voltam. Anyám julcsizott, de apám bum-bumozott. Hát a julcsi gondolom, hogy azért az úgy egy bizonyos hatásokon belül ég, nem? A julcsi, mert hogy Juli vagy, tehát hogy az... Hát de milyen, honnan jönnek a tökik? Meg a hát a gatyákban. Tyutyóka, meg nyilván. A matyó, meg a... Az exeit közül bum-bumozott valaki? Senki. Hát bum-bum finish volt. Bum, nagy bum-bum finishek voltak ott a végén, de... Jócsi, nagy bum-bum. Bum-bum vagyok. Kis bum-bum, hogy felnőtt. Mi aztán egy idő után nagy bum-bum lett. Igen.
Na nézzünk egy-két becenevet, hogy kit hogy hívnak. Mitől szerethetőbb az, ha valakinek van beceneve? Azt írja valaki, hogy azt ki kell érdemelni, és akkor szerettek igazán. Tehát a dolog pont fordítva működik. Aki például Mátyás, de Matyizzák, azt nagyon sokan írja, nagyon sok Mátyás írja, hogy azt utálják, hogy lematyizzák őket. Na, most már érted. Hát most nem matyiz le. De. Jó, hát nem volt. Véletlen volt, bocs. Rossz. Mert alattam alszol az alsó ágyon. Hát katonák vagyunk így. Rossz erre helyezket, igen. Igen, szóval, hogy egy 50 éves ember, aki Mátyás, mondjuk Matyikám, nem? Matyikám, igen, ez a kicsit. Nehezen tudod komolyan venni. Matyi. Igen, kollégám Mátyás, hogy lematyizzük, írja valaki, igen. 40 múltam, de még mindig fercsi vagyok. Sok-sok felkiáltó jellel, vagy sok-sok ponttal. Hát itt ez is nem szívesen vagy már fercsi az én 40 év fölött, nem? Most képzelj el, hogy fercsike. Mi van? Sosem voltál fercsi? Nem. Nem? Nem. Nem, az valahogy kimaradt a fercsi. De Ferkó Ferike? Az igen, persze. Feriből sokszor lesz ilyen Ferike, ilyen kicsinyítőképzős Ferike, nem? Aha. Ferike, gyere ide, Ferike, gyere oda. Hm. Ferike pont egy ilyen név. Jöttem, Ferike. Mentem. Ferike. Az nagyon jó. Zsülnek Zsül a rendes neve, vagy ez becenév? Hát akkor Zsült szeretjük ezek szerint, igen. Mert Zsült mindenki Zsülnek hívja. Nem tudja, hogy van egy másik neve. Annyira keveset beszél, hogy effektíve nem tudja Lováki senki. Lováki Zsül, ezt így tudod. Szerintem már személyében is ez van. Vagy ott van az Abaházi, a Csabaházival. Hát ővel ez már ráragadt. Aha, igen. Hát igen. Az autóbosóban, ahol járok, van egy béka becenevű srác. Úgy is néz ki, és mindig ezért piszkálják. De titkon egyébként valószínű kedvelik. Jancsikát szereted? Kérdezik Jani. Jancsika. Nem különösebben. Ugye lassan itt 40 fölött azért a Jancsika és se... És főleg, ha valaki még el is énekli hozzá, hely Jancsika. Az miért fárasztó? Miért nőttél nagyobbra? Hát ezt énekelték? Ez nem, nem volt? Gyerekkorom, azt hányszor hallottam, de általában ilyen kedveskedő nénik voltak azok, akik mindig így... És akkor ott húzzál már. És láttak, hogy mi, és akkor elénekelt, hogy Jancsika, miért nem nőttél nagyobbra? Igen, azt nem csodálkozok, hogy nem volt szelep a bringájuk kerekében hazafelé. Nemes bosszú. Fú, azért te kaptál, nem? Tehát persze, így... hát rettenetesen sokat osztottak. Tehát, hogy így... Én tökéletesen megértem azokat, akik... De vagy egy öreg néni, vagy idős nénének, ezzel mi a szándéka? Hogy jön egy kisfiú, aki nem olyan magas, mint a többiek, és akkor elnöki, Jancsika, miért nem nőttél nagyobbra? Azért ezzel úgy bókulok, hogy közben hátba vágom egy baltával. Boknak nem is nevezném. Nem, velük van a gond egyébként. Hát, hogy ők még csak kedvességből ilyenek? Persze, kedvesek, aranyosok, csak hát nyilván, amikor már sokszor kapja az ember sok felől, akkor már így összemosódnak a dolgok. Akkor már mindenki. Akkor már csak a gyűlölet maradt. Igen. Havernak le van fittyenve a szája, mi Sly-nak hívjuk. Az jó. Ott mi volt a Sylvester Stallone? Át szülés közben elvágták a száját, ugye? Ott valami ilyen tartóizmot, vagy valamit. Igen, és azért van lefittyedve a szája. Nem, de csak azt az egyet. Hát valahogy ott szikje. Nem tudom, mert akkor egy filmjében ez nem volt olyan jellemző. Amikor elkezdte már így műtötgetni az arcát, akkor jött ez elő. Akkor lehet, hogy nem újszülöttem vágták el, csak egy plastikai, de valahogy belevágtak az arcába, úgy tudom, ott átvágtak valami izmot, igen. Andrások írnak nagyon sok, hogy az Andriskát és a Riskát az gyűlölik, egész egyszerűen. Igen, ez a Ferike, Feri-Ferike, Andriska, ezek a keményebbek, igen. Ádám vagyok, és egyesek ádámkáznak. Mi lesz 50 évesen? Hát igen. Valaki, egy hallgatónk. Sportcsoki? Az milyen becenevű? Engem 15 éve Esztinek hívnak, a keresztnevem Gergő. Hát, elgondolkodnék. Azért ott van. Ott hogy lehet? Nem a Gergőből Eszti? Nem tudom. Volt egy nagyon kedves osztálytársam, ő Janó volt egyébként, és őt zsuzsizták a csajok. Aha. De Janó átjárogatott a másik oldalra? Vagy Janó a zsuzsikat szerette? Én azt gondolom, hogy így, hogy megtalálták a közös nyelvet, így sokkal könnyebb volt neki. Így, kevés megalázóbb van, mint amikor a lány osztálytársai téged egy lány néven hívnak. De imádták. Nem? Tehát, hogy nagyon pozitívan álltak hozzá. Tehát, hogy én utólag visszagondolom, nem bántam volna, hogy engem is mondjuk. Valamilyen lány becenében. De zsuzsikáznak? Nem, az övé volt, az foglalt volt. Akkor Editke? Nem, Manyika. Gyere ide, kicsi Manyika. Gyere ide, kis cuki vagy. Jaj, hát mindent a szemnek, semmit a kézben. Nemrég műtették a szememet, azóta sólyomnak becéznek. Írja nekünk egy hallgató. Anyukámnak édes szép, apukámnak csillagvirág, páromnak csöcsi vagyok.
Azért az ott van is egyfajta változás, nem? Tehát édes szép apuka, csillagvirág anyuka, amikor párodnak csöcsi vagy, van egyfajta testi adottság. Csöcsikép. Tehát családon belül becenevek, azok szerintem nagyon pozitívak. Tehát hogy én nem tudom képzelni, hogy van olyan család, ahol nincs, tehát ahol így nem becézgetik egymást. Nálunk nincs. Ez az aranyoskodás. Nálunk nincs. Á, nálunk annyira gyerekes minden, igen. Ő is, Beni? Ott neki sincs semmi ilyen valami kedveskedők is. De a Beninek van, de nem hívjuk egymást a tehát például nagyon sokan csinálják, hogy ugye, hogy apa meg anya. Aha. Így hívják egymást a párkapcsolatban. Na, az például nekem nagyon fura. És te hogy Sebestyénné? Jöjjön ide? Kérem, legyen szíves. Kérem, legyen szíves, üljön az asztalhoz, felszolgáltam a sorvát, legyen szíves, fáradjon. Ez sorvát, jöjjön ide, üljön le, fogyassz el a vacsorát, utána csendes pihenő. Igen, mert komolyan veszitek a kapcsolatot. Ennyi. Itt regula van. Nincs elkanászodás, hogy itt Viki, vagy Balázs, vagy Kicsim, vagy semmi. Ez Horváth, ez Balázs. Így hívjuk egymást. Nálunk folyamatosan megy ez a szirupos, egyébként szerintem tök jó, tehát hogy így nyilván az ember a szeretetet így is igyekszik kifejezni, ez a cukiskodás. Én fél óránként megeszek egy kanál asztali sót, mert már kicsattan a szám ezektől. Cuci, muci, pici, kutya, maci, pici. Én is szeretem. Aranyos, jó ez. Egyébként a Benit egyetlen dologtól mentse meg a sors, de tényleg, mert az a legrosszabb. Egy Dieter Bohlen albumtól. Nem, hogy Thomas Hannes válasz egy levelére. hogy megszeresse a modern talkingben. hogy kis Balázsozzák később. Mert általában, amikor... Hát arra ott van az Istenes Bence. Na mondjuk ez az, ki van lőve. Akkor kis Balázs kettőké. ott van Istenes Balázs. De lehet, hogy ők már kis Bencének fogják hívni. Igen, ő kis Bence lesz majd, igen. És én leszek a nagyapja. Na, az már tényleg mindenek az alja lehet. Ne. Tényleg, amikor van egy ilyen jelentőségteljesebb apuka vagy báty, jaj, szegény, akkor előszeretettel nevezik el úgy, hogy arra utalnak, hogy na, ott volt neki a nagy meg a kis. Hát főleg, ha ugyanabban a szakmában van, de hát én mindent megteszek majd, hogy ne ez legyen. Tehát, hogy balettáncos legyen. Semmiképpen nem szeretném, hogy ő is táncoljon, mint én. Igen. Igen, hát az kemény. De az sokszor az akkor van, ha ugyanazt a keresztnevet választod a saját gyerekednek, nem? Tehát az akkor jobban előfordul. De vagy ha például ugyanazt a szakmát választja. A vezetéknél is szokták egyébként használni. Tehát, hogy mit tudom, kis Rákóczi, nagy Rákóczi. Lehet, hogy ez. Mert ha nagyon beégett az apuka meg a báty, vagy a testvér, akkor ott azért... Hát az, hogyha ugyanoda jár a két testvér a suliba, akkor a nagyobb fiú testvér az tudja. Kis Sumi, nagy Sumi. Hát neki igen. Azért az kemény volt. Főleg, hogy negyed annyira nem volt tehetséges, hát, mint a bátyja. De igen. Ugyanakkor meg azért elég tehetséges volt ahhoz, hogy odaérjen egy párszor. Tehát, hogy azért nála számtalan Ralf Schumachernél számtalan gyengébb képességű pilóta, mégis állna kis Sumi. Nakajima, igen. Már a rajtnál elvérzett. Igen, a Ralf legalább körben. De milyen nehéz sors azért ezt viselni, nem? Hogy mindenki mindig a bátyáddal hasonlít össze. Ugye? És te mindig a kis Sumi maradsz. És ott van a bátyád, nem tudod túlszárnyalni. Ja. Tehát ugyanakkor szörnyen nyomasztó is. Egyébként nyilván. Tehát, hogy... Ott volt az Iglesias, nagy vagy a kicsi? Tudod. És akkor így, hát persze, hogy mindenkit mellé csúsznak a hangok. Julionál. Az apja tudott énekelni, nem? Illetve nem, dehogy is, de hülye vagyok. Kicsinél a csúszott nagy, nem, így van, igen, abszolút igazad van. Tehát az Enrique-nél csúszott félre. A nagy Julio Iglesias és a kis Enrique Iglesias. Tehát azért csak a Kurnyikovát kezelget. Hát érted. Csak odaértő is, mint a kis Ralf. Édes vigasz. Ugye, hát ha énekelni nem tudsz, de hát azért... Oldalvizet csak becsúszol. Csak odaért. És mindig az apához hasonlít, gondolk. Gyere, Anna! Szerintem, ha egyetlen embert megölhetnék büntetés nélkül, az Enrique Iglesias lenne. Nem akár ez. Tehát most azt mondja, tessék, egyet megölhetsz úgy, hogy az élet nem bünteti. Ki lenne az? Ez ha nem magyar. Nem magyar. Akkor nem szoktatok ki, hogy most mentünk egy 6 órás után, és csak ilyeneket játszottunk a barátaimmal, hogy büntetés nélkül egyet megölhetsz. És semmiféle utórezgése nem lesz, nem kerülsz börtönbe. Egy külföldit vagy magyart kiválaszthatsz. És eltűnik. Vége. És te tudod, hogy neked köszönöm. De nem, lenne választék, nem? A megölés az olyan durva, hogy nem fölölni a holdra. Jó, hát akkor eltüntetheted úgy, hogy te mondod meg, hogy hova, hogy jobb. De soha többet nem kerül elő. Soha nem kell szembesülnöm, hogy ez az ember vala létezett. Igen, te eltehetsz valakit lábbalról. Szerintem mindenkinek van 6 ilyen.
Na mindegy, jó. Fél kilenc volt, pontosan 4 perce, jönnek a hírek, jó? Várunk közlekedési híreket, hogy mi a helyzet a MÁV vonalon is, az is érdekel bennünket, mert elég sok késés volt. Mi pedig jövünk mindjárt a hírek után. 3:49 lesz, pontosan 1 perc múlva, hello mindenkinek, jó reggelt. M6-os 128-as kilométer Pest felé megaköd van, egyik pillanatról a másikra, fokozott figyelmet kér, Tomi. Köszönjük szépen. Aztán késnek a vonatok Székesfehérvár-Budapest vonalon, méghozzá nem is keveset, legalább 40 percet, írta nekünk egy másik hallgatón, köszönjük szépen. És az M7-es 141-es kilométerénél Balaton irányában most készülnek fotózni. Ezt is köszönjük. Mit találtál? Becenevet. Ja igen, érdekes. Jönnek hozzászólások. Még itt a becenevekről beszélgetünk, ugye arról, hogy valakiket, azokat az embereket jobban szeretik, akiknek van valamilyen becenevük a munkahelyen. Szerethetőbbé válnak, vagy szerethetőbbek a kollektíva által. Ugye arról beszéltünk, hogy kinek mi volt, hogy kinek mi. Én Balázs például balizom nagyon sokszor. Már a hallgatók is. Hogy szerethetőbb lenni. Már a hallgatók is. De az jó egyébként, ez szerintem tök jó. Ők egyértelműen azért neveznek így, vagy hívnak így, mert kedvelnek. Nem? Szerintem nem azért hívnak így, mert te elkezdted, és ez így nem ragadt. Tehát, hogy ezt te senki nem balizott előtted. Amikor balikóláztunk, akkor azt így mondták, de ezt kérek érni, de egyébként így nem nagyon volt ez. Mióta ugye ezt elmondogatod, azóta ez így beépült. Engem még kétféleképpen szoktak becézni a Balázs nem hoztad, Ferit hol hagytad? Ezeket. Balázs nem hoztad, de egyébként kérsz írni valamit? Balázs, hol van, hozhatok egy étlapot? Na jó, de ezt te állod, nem? Vagy ezt te... Hát már imádja, már szereti is. Hát, már szinte csinálni. Hiányzik, ha nem kérdezik meg, hogy... Ez Balázsnak viszed? Nyilván. Igen neki. Természetesen. Feri, hol van? Igen. Ki van az autóval? Nem tudom, hol van. Nem járunk együtt. Igen, de a Ferin is mindig keresi. Mindenki. Igen. Jó, te mögötte állhatunk. Az igaz. Legalább azt úgy ki lehet magyarázni. Lehetünk a szájában is. Vagy a farzsebében. Várjál pillanat, megnézem a levélt. Tehát ne itt is van, Jani. Kapaszkodjatok, mint az Entekre, amikor fölkapaszkodnak a kis hobbitok. Nem sokára találkozol János Vitéz Iluskárdal. Átvisznek a fülemben. Most elmegyünk Vasúdvarba. Na jól van. Egyébként rájöttem, hogy nem tartozol pénzzel, mert hogy én kértem kölcsön tőle 15-öt, és ugye 10-et buktál a Mörire, úgyhogy én még 5-tel jövök neked. Új, de menő. Bizony. 10-el legombolhattalak volna Möri miatt, de én jöttem neked 15-tel, úgyhogy így már csak viszont mínusz 5. Megváltozott, annyit gyengült a forint, hogy ez már semmi. Az meg a másik, hogy beszakadt a forint, úgyhogy felejtsd el. Na jó van, hármas ugrás játékunkhoz érkeztünk, valakivel már is játszunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Halló, jó reggel, sziasztok! Halló, sziasztok! Henny, hello, jó reggel! Szia, Balázs! Hello, Henny, honnan hívsz minket? Óbudáról. Óbuda? Hát. Hát, de jó is. Hát, de jó is remi. Ha valamit jól ismerek, az Óbuda gyerekek. Hát, és még sorolhatnánk. Jó, hát igen, de vannak még környékek, de Óbudát nagyon jól ismerem, ott nőttem föl. Óbuda melyik részén? Hát itt a Flórián környékén. A festői Flórián? Igen. Milyen szép az gyerekek. A Flórián áruház, hát az... Igen, főleg éjszaka, mint szép. Csodaszép. Jó is volt, az mennyit jártam oda a Flórián áruházba, igen. Volt egy offot ért az aljába, meg oda jártunk filmeket előhívatni. Ott van. Ott van még, tényleg? Igen. Na. Jó, van, mit csinálsz egyébként, mivel foglalkozol? Eladó vagyok. Eladó? Igen. Ott a Flóriánban? Nem. Mit adsz el, vagy mit csinálsz? Hát egy kis közébe dolgozom. Kis közébe, de már bent a munkahelyen, vagy még otthon? Igen, már itt vagyok. És akkor most kiszolgál ki, vagy most mi történik? Most senki, mert itt nincs vevő. Na, milyen mázid van. És akkor hogy tudsz minket hallgatni? Magában a rádióban szólunk, vagy headsettel, vagy hogy? Nem, van egy pici rádióm is azon. Uh-huh. Ja, mert valamilyen pult mögött vagy, és akkor ott? Igen. Hát egy ilyen kis egyszemélyes közért. Ja, de te mint tulaj, vagy mint alkalmazott? Nem, én mint alkalmazott. Mint alkalmazott. De hallgathatsz rádiót, tehát abból nincs baj. Nincs. Mert vannak olyan helyek, ahol nem lehet. Ezt nem is értem egyébként, hogy miért. Hát ez ilyen kis családi vállalkozás, úgyhogy... Ja. Uh-huh. Nagyon nem dübörög, ha így... Nem, sajnos. 9 előtt nincs forgalom. Mi a profil? Mit adtok el, vagy mit árultok? Mindent.
Ja, ilyen kis... Hát nem, majdnem mindent. Hát, ugye szatócsbor. Kenyér, kifli. Szatócsbor vagy te? Tej. Szatócsbor. Szatócsbor. Honnan jut ez? Hát végül is olyan. Hát régen, ugye... Ott mindent árultak. Igen, a szatócsbolt volt a mindenes. Tulajdonképpen igen. Na, a tűzhelyre az előbb, hogy, vagy előbb egy órával ezelőtt, hogy rácsodálkoztál, aztán bedobod a szatócsboltot, ami 100 évvel korábban. Hát ez kiszámíthatatlan vagyok, gyerekek. Teljesen kiszámíthatatlan. Henny, nyertél már tőlünk valamit? Nem. Még soha semmit. Na, most jó. Viszont, ha nyersz, ha hasítasz, akkor majd úgy bennek be, majd igen. Az emberek vesznek egy kosat, és ő az a Henny. Ő játszott a Balázsikkal ma reggel. A boltos Henny. Mi a bolt specialitása? Van valami, ami máshol nincs? Vagy? Ez egy szatócsbolt, ja. Minden. Hát igazából minden van. Minden. Uh-huh. Most egy darab vevőtök nincs? De most éppen most jött be egy. És nem lesz balhé, hogy te játszol, miközben a vevő ott egyedül nem, ott? Nem, apukám segít. Ő azt hittem, az apukád a vevő. Nem. Ja, apukádé a bolt? Hát igen. Jó, értem, tehát úgy családi vállalkozás, hogy te is benne vagy a családban. Aha. Persze, hogy ne. Ja, aztán a család felvett téged. Most hall minket? Ő. Igen. Minden reggel hallgatunk veleteket, igen. Tiszteltem. De most nem ér rá, mert a másik vevő, vagy ja, a vevővel van. Közben ez zavarjuk. Na figyelj, Henny, milyenek a kérdések, Jani? Na, nagyon egyszerűek. Egyszerűek? Egyszerűek szerintem. Abszolút zicser, mind a három. Így szól az első kérdés, Erikát Egérrel át. Melyik országból származik a kapuéra nevű harcművészet? Brazília. Ennyi. Hogyan tovább? Megyünk tovább. Nem vagy túl magabiztos. Megyünk tovább. Menjünk. Papa mit csinál jelentség közben? Kiszolgálja Juditot. Ja, Judit, ismerős jött bevásárolni apukádhoz? Hát ide, az anyukád. Egy másik körbevásárolja. A családi bizniszben neki fizetni kell. Igen. Így szól a második kérdés, Erikát, Szatyurért. Ki játszotta a 300 című filmben Leonidas királyt? Ez bázik. Melegebb. Egész jó pasi. Ez nagyon meleg. Én ezt harmadikra tettem volna. Én is. A második, vagy a harmadik ezt úgy gyilkos. Emá, a női szívek nagy megdobogtak. Menj oda papához, hát a papa látta. Hm, Henny? Papa látta. Startolj mellé, hát ha tud valamit a papa hozzátenni. Vagy Judi, ha még ott van. Itt van még, igen. Na, papa mit mond? Nem a Brad Pitt. Ez ki volt, Judi? Én voltam. Nem. Ki játszott a Leonidas királyt a 300-ban? Papa milyen filmeket néz? Hát, ilyeneket nem. Nem? Mit néz, papa? Orlovszkikat. Felnőtt filmeket. Mit mondott? A lányokat. Ja, papa, aha, a lányokat nézi. Igaza van. Mi is erről beszéltünk csak. Igen. Judit volt az, aki mondta? Nem, a Marci. Ja, már Marci is bejött. Na jó, van akkor. Nem, jó barátnőm. Szia, Marci, Mizu. Marci, te se tudod, hogy ki játszott a 300 című filmben Leonidas királyt? Senki? Ott áll egy komplett bolt, és nincs meg? Mondtuk volna, hogy menjetek ki a Flórián térre, és kiabáljátok el magatokat, de hát... Egy díszi spárta, igen, hát nagy sikeretek lett volna. Gerard Butler volt ő. Leonidas király. Szerintem így már lehet, hogy megvan, ha láttátok a 300. Ha nem, akkor nyilván nem. Nem láttátok. Ezt mondtam, hogy nem láttuk, igen. Ez nyomós érv. Hogy az ember ne tudja, vagy egyébként, hogy nem láttátok a filmet. Ne ostorozd magad, én láttam a filmet, és így se tudom. De jó kis film az. Figyelj, Henny, hát nincs ajándékcsomag, az a helyzet. Hát, így jártam. De legalább játszottam veletek. Jó? De várjál, meghallgatjuk, okay. Mit tanácsol neked Norbi. Jó? Figyelj. Jó. Köszi. Egyéb batyút. Egyéb batyút. Ide a D-vitamin. Norbi ezt tudja mondani. Egyéb batyút. Hát meg is vagyunk, jó halkan szól. Jó. Okay. Jó van. Köszi. Én is köszönöm. Sziasztok. Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Hát pedig ő játszott ebbe a PSI Love You-ba is, ami nagyon nagy siker volt, meg imádták a csajok. Azt hittem, hogy ez könnyebb lesz. Na látod, vannak hiányosságaim. Fogalmam nincs, hogy mi az. Egy romantikus film. Hát, én is csak olvastam rá, tudod, hogy csak a horror, mi? A neve alapján ez ilyen tini csajos, ilyen romantikus, hát, romantikus nem, film. Felnőtteknek alapvetően. Igen? Persze, szomorú? Persze. Síros?
Mondom, hogy nem láttam, csak tudom, hogy ez egy sikeres romantikus film volt. És abban is ő játszott. Igen. Így van. Nézzük még friss közlekedési híreket, hogy mi helyzet az utakon. Kértük a hallgatók, hogy küldjenek, van is egy-kettő. Ez egészen friss. Budai alsó rakparton van egy nagyon nagy koccanás a Lánchíd után a Rákóczi híd felé, és emiatt ott elég szép dugó kezd kialakulni, ha valaki tud kerüljön, mert a budai alsó rakpart elesni látszik. M6-os 42-es kilométerénél a jól megszokott helyen nagyon elbújva szép fotók készülnek, mindenki figyeljen. És a 128-as kilométernél valami nagyon nagy kötfolt van, egyik pillanatról a másikra esnek bele a hallgatóink, és írják, hogy nagyon-nagyon veszélyes, mert pillanatok alatt egy méteresre csökken a látótávolság. Ez az M6-os 128-as kilométerénél van, úgyhogy ott is mindenki figyeljen egy kicsit. 8-astól Iharos-Berény felé a Dózsa utcában mérnek, ezt Les küldte nekünk, és a 10-es úton szintén hatalmas dugó van Pilisvörösváron, lerobbant egy busz Budapest felé, feltartja a forgalmat, és nagyon-nagyon lassan lehet bejutni Budapest felé. Ez is most jött. Hírezünk egy picit, jó? Jön a kislány, elmondja a híreket, 4 perc a... De ez a szeretet és a tisztelet hangján az mondja van. Azt, hogy a kislány. Hogy a kislány? Más, nem kislány az ő, csak Karolina. Aha. Igen. 5 perc van pontosan, 9 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk is. Megvártam, míg lecsenk. 3:15, 9 óra, 8 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Itt vagyunk. Ugye? Igen, teljesen egyet tudunk veled érteni. Nincs vitába szállnénk vele, de úgy érezzük, hogy elvéreznénk ebben a vitában, mert hogy itt vagyunk. Igen, nem volt támadható része a mondatomnak, hogy valójában itt vagyunk, igen. Kisvárdától Mátészalkáig a mellékutak havasak és alig járhatók. Peti küldte nekünk, köszönjük szépen. Valamint a Lánchídnál is van valami, az előbb megvolt, de elvesztettem. Alagút. Igen. Azt mondja, hogy a Lánchíd után nincsen semmiféle koccanás a budai alsón, most jöttem el. Ezt KP küldte nekünk, mert sokan megírták, hogy van, de akkor valószínűleg ott már ezt rendezték, gyorsan betétlapot cseréltek, és arrébb is mentek. Budáról Pestre elég szépen sikerült átjönnöm, a Lánchíd járható, bár az alagút kicsit akadozik, küldte el ezt nekünk András, köszönjük szépen, és valaki pedig a madarak etetésére figyelmeztet bennünket, hogy intenzíven töltsük a madáretetőket, mert nem találnak élelmet, és szükség van az etetésükre. Ez Anika írja nekünk. Így van. Melyik majd elpusztulna? Hát persze, nem talál ilyenkor se magot, se főleg az aprók, táplálékot. A kis, pici kis cinkék. Nem tudják előkaparni a hó alól, a vastag hó alól. De nincs hó. Már ahol van. Már ahol van, igen. Jó, de gondoljunk a Pécs környékére. De fagyott a föld például. Tehát, így van. Ha van benne is volt mag, akkor az is elfagy, és nem tudja ki válni a csőrével. Így van. Ha csinál egyáltalán ilyet egy madár. És ha sovány a cinke, akkor a vércse se boldog. Hát de tudod, mit tegyen a cinke? Egyéb batyút. Mondhatnánk a cinkének. Mondjuk a cinkének. De most egy kis D-vitaminnal például beljebb van szerintetek a cinke? Hát nem tudom. Vagy a fakopács. Mit tegyen a veréb? Egyéb batyút. Hát érted. Érted, veréb. Ha eddig kérdés volt, veréb, akkor tőlem, hogy én tegyem ki a magot, hát érted. Ott meg. Egyéb batyút. Aztán utána minden. Megvan oldva. De ilyenkor, ha vannak még lemaradt böcsökök az országban, azok mivel tengődjenek? Hát nézd, erre csak egy magyarázat van, vagy egy válasz van. Egyéb batyút. Na hallod, böcsök? Vágli. Nem, azt már. Vágli. Azt már ne? Már idejét múlta? Na gyerekek, nagyon helyes videót láttam Arniról. Nem normális a pali, az Arnold Schwarzenegger. Áruhában szivatja a saját edzőtermében az edzőket. Teljesen hülye. Legyen jó arc. Fölrakott egy műbajuszt, fölrakott egy álpajeszt, meg egy baseball sapkát, bement, és úgy ad mindenkinek tanácsot arra, hogy edzem meg, hogy mozgassa a súlyokat, hogy közben senki nem ismeri föl. Nem létezik. Figyelj, az amerikaiak nem tud elképzelni, mennyire nem már, hát. Eszükbe nem jut, hogy Arni áll velük, szem az Arnold Gymben egyébként, tehát a saját edzőtermében. Jó, de ha te ránézel, azonnal megismered. Azonnal megmondod, hogy Arnold az. Azért nem egy Gerard Butler. Az a könnyű kérdés volt, engedd el, nem volt az nehéz. Nem, Feri? Én már tegnap, hogy olvastam, elmondom, Jani. Ez könnyű kérdés volt. Szóval Ani bement a saját edzőtermében, és áruhában osztogatott tanácsokat az embereknek, akik ott edzenek, hogy edzem. Mutogatta a bicskót, meg ilyenek? Nem, mondta. Csak akkor mondta, hogy emeld így, tartsd úgy a karod, ne úgy használd a súlyt, ezt csináld, azt csináld, és konkrétan senki nem vette észre. Senki nem szúrta ki, hogy Arni állott velük szemben.
Az amerikaiak azért nem túl bonyolultak, mert hogy egy műpaj ezt rakott föl, meg egy copfot, egy ilyen parókát, meg egy baseball sapkát. Látod a videót? Mert átküldte neked, látod? Igen, látom. Hihetetlen jól néz ki. Fent feltesszük egyébként a Morning Show-ot, ura, meg tudjátok nézni. Jól néz ki. Van benne egy finom mexikai beütés. Igen. Tehát hatalmas dús fekete bajusz és fél hosszú fekete haj. Tehát éppenséggel, hát talán a fiatalabb korosztály ez nem ismeri meg. De annyira hihetetlenül hangzik. Mit csinálsz? Most írottam meg a képet. Mit csinálsz? Retteretesen jól néz ki. Tehát csávó 65 éves, nem? És ezzel humorizál, hogy elmackírozza, bemegy a saját edzőtermébe. Tehát igazán jó arc. Hát, vagy nem megy az edzőterem, és vagy nem megy, vagy haldoklik az edzőterem, megy, igen. Ez megy. Valószínűleg megy egyébként. Ez megy. Valamelyik nap láttam róla egy olyan kis promofilmet, amiben például asztali teniszezőt játszott. Szintén fejpánttal, hosszú szőke haja. Óriási a csávó egyébként. Na, az a Justin Bieber, olvastátok? Ki az? Hát tudod te, hogy ki ő, ja, hát csinálod, azért mert rocker vagy. Hát ez 11 éves lánya van, hát. Jó, na, ismerem. Justin Bieber, a lányod nincs oda érte? Nem. Justin Bieber nem jönnének be ezek a, ez a típus. Megpróbálnád lebeszélni róla, legyünk közül. Hát, nagyon nem is engednéd, hogy Justin Bieber rajongó nálunk, legyen. Nálunk Móni van nagyon kiakadva, na srácra. Igen. A szomszédja feljelentette, mert hogy tojással dobálta az illető házát. A rendőrök kimentek, nem ezzel volt a baj, hanem letartóztatták, mert közben kokain találtak nála. A srác mennyi idős? 16? 17, ugye? Alkoholista, drogozik, tehát hogy egy nagy kanála lesz. Hát lehet, próbál meg, így nagy fiúnak látszódni. Igen. De hogy van az egyébként, hogyha én följelentem a szomszédomat, hogy az én házam a tojással dobálja, akkor Amerikában a rendőrök bemennek, és azonnal házkutatást tartanak nálad? Hát persze, hogy van-e még tojás, hogy veszélyes vagy-e még a szomszédodra. Vagy elfogyott a muníció. Azt mondta a serif, hogy eredetileg ugye a kamerákat akarták megnézni, hogy mit csinált Justin Bieber biztonsági kamerájának felvételét, hogy hogy dobálta a szomszéd házát. És a házkutatás során találták meg a kokaint, mert hogy egyébként... Hát volt egy parti. Volt egy parti, igen. Na. A megdobált házban 20 ezer dollárnyi kár keletkezett. Mennyi 20 ezer dollár, Feri? Nagyon sok. Ha most kicsit beesett a forint. Hát 200 most a dollár. Hát 223 felett. 223 felett. Tojásdobálásban hogy lesz 20 ezer dollár kár? Hát nem kevés tojás, vagy milyen? Na, milyen tojás? Milyen tojás? Főtt tojás? Mert főtt tojással azért lehet. Csak tojás tojásztoljuk, főtt tojás, amelyik ablakot be tudsz dobni. Igen. Justin Biebernél vendégek voltak. Aha. A vendégeket letartóztatták, Bieber elment piásan egy illegális autóversenyre, és onnan vitték be egyébként őt is a sitre, és még találtak nála kokaint. Azt hiszem, egy bérelt Lamborghinivel száguldozott. Ott menőzött vele. Mondjuk szerintem a vendégek is valószínűleg ez a sisere had lehet, akik, hát ugye neki azért van lóvéja bőven, és nagyon szeretne nagy fiúskodni, meg nagy fiúnak látszódni, és akkor így tapadnak rá, hát ha leesik nekik is valami. Valószínűleg ők vihették be a kokszot. Ja, hát ennél a fiúnál nyilván soha nincs ilyesmi. Hát ő szerintem hát csak azért hord magával az ilyen dolgokat, hogy minél komolyabb csávónak látszódna. Neki tényleg azt hiányzik, vagy azt hiányzott volna, hogy a fiú kicsit a szülei bánjanak vele keményebb kézzel, mert ők állítólag nagyon eleresztették ezt a dolgot. Aha. Nekik is elég az utalás. De akkor nem is ő dobált, ugye? Mert ő közben illegális autóverseny. De ő is dobált, ja, ő is dobált, igen, csak ők közben ment illegális autóverseny. És azon gondolkozom, hogy Magyarországon miért nincsenek ilyen hírek? Hát annyi híresség van Magyarországon, és hogy soha nem hallasz semmi olyat, hogy valaki, valamelyik hírességet a szomszédja azért nyomott föl, mert valamit csinált. Tehát itt mindenki mindig jól viselkedik, vagy nincs belőle ügy. Hát volt egy kakasos sztori. Hát igen, igen, azt ismerik, igen. Igen. Szerintem azért, mert azon melegében így kezelnék a dolgot. Tehát, hogyha egy ilyen Justin Bieber kategóriájú srác mondjuk elkezdeni dobálni a házadat, akkor ott hívják, hogy megtanulod a szádat a konyoruhával, letenned az asztalra, átmenni, és így akkorát levernél neki, hogy soha többet nem dobálna semmit. Ezek sima tojások voltak, amiket dobált? Sima tojás, meg kihajott az ablak, elkezdett tojást dobálni. Kődurva, nem? Tehát azért itt egy véres leszámolás van. Egy hihetetlen. Mivel húzta ki a szomszéd a gyufát vajon, hogy elkezdték dobálni? De itt is laknak hírességek.
Ugye pár héttel ezelőtt, mint a két héttel ezelőtt megcsináltuk a Randisztálemán hírességgel, ott olyan érdekes dolgok derültek ki. Tehát itt is van azért, akinek híresség a szomszédja. Hívott-e már a szomszédod, aki híres? Itt is viselkedhetnek úgy rockstárok, popstárok, színészek. Megyek, megdobálom a Doszpot házat, olyan sok. Várjál, ki a mi Justin Bieberünk, az SP? Hát Chris Rudy. Nem, az szegény Rudit, ne. Nekem hát is én ember Rudi jutott az eszembe. Sehol. Sehol nincs már Rudi? Sehol nincs már Rudi. Zongorázik valahol egy hajón. Egy állóhajón? Nem, nem. Egy mólóban elsodott a vihar. Valahol egy szellemhajón van. Ma mindenki leugrott a hajóról, csak a Rudi zongorázik nagyon keményen. Nem. Mindenki inkább elhagyta a hajót. Az SP szerintem jobb. Tehát így én a fazonamnak tartom. Ja. Na, tehát én a SP a mi Justin Bieber. Hát SP már nem popstar, hát ő már inkább egy komoly fotós, nem? Tehát ő már nem nagyon popstar. Aha, jó nem gyerek. Az a kategória, igen, jó srác. Igen, már nem is SP, hanem Krisztián. Illetve előbb volt Krisztián, de már nem nagyon SP. Jó. Aztán SP, de aztán megint Krisztián. Aztán most megint Krisztián lett, igen. Tehát ha egy ilyen itthon megtörténik, akkor itt nem jut el a rendőrségig, mert megverik a híres szomszédot. Tehát arra akarok kiukadni, hogy ugye Amerikában mindig balhézik. Charlie Sheen a szomszédai följelentik. Mit tudom én, Justin Bieber följelentik a szomszédok. Tehát mindig. Jó, aki Charlie Sheen mellé költözik, vagy nem adja el mondjuk egy-két hónapon belül azt a kecót, ami nem Justin, tudja. Vagy lehet, hogy Charlie Sheen háza mellett van, hát az nagyon-nagyon hibázik. De itthon nem hallasz egyszer, nincs. Hogy valakinek a szomszédja egyébként fölnyomta a híressége. Nem? Nálunk tehát olyat hallasz, hogy buliban történik valami. Tehát akkor az SP-t elengedem, mint magyar Justin Biebert, akkor Fluor Tamás, mondjuk, jó, tehát akkor jön a magyar Justin Bieber, de arról se hallasz ilyet, hanem azt hallod, hogy buliban részegen történik vele valami. Igen, azt hallod, de igen, az, hogy a szomszédságában valami történik, az igen. Nem jellemző. Igen. Lehet, nem. Hogy mi büszkék vagyunk az ilyen sztárokra, hogy a szomszédunkban élnek. Hát, igen. Nem? Igen. Nálatok a teszedbe jutott a környéketeken már valakinek, valamelyik ismertebb személyiségnek, ott laknak ott egy pár. Hogy a levegőbe lőjön, vagy balhézzon? Vagy hogy ott hőzöngél az utcán, vagy ilyesmi. Hát a gombos erénet látom, hogy kukákat felrúgdassunk. Üvöltöznek. Üvöltözve félmeztelenül kirohant az utcára egyszer egy gerebével a kezébe. Kornágóra hatolászva. És üldözte a kertészt, mert nem szedett össze egy juharlevelet a pázsitról. Nem, hát nekünk is ott viszonylagosan csendesen éldegélünk ebben a kis kollektívában. Tehát így nem nagyon jellemző. De nálási palkós, nem mondod? Pankocsíkot. Néha, hogy beleordít az éjszakába, de akkor még így leüvöltünk két picamra. Alul exponáltam! Igen. Tűzszepcsés! Pali, aludj már! Rohadt életbe. Nem, nincs egy magyar híresség, akinek van szomszédja, és tudna nekünk SMS-t írni, hogy mit csinál. Valami igazán balhés. Írjon olyan hallgató, akinek lakik valaki a szomszédságában. Jó? Vagy hangosan énekel és híres, vagy nem viszi ki a szemetet, vagy részegen jön mit haza. Kozsó szomszédja nem ír, hogy mit tudom én, hogy elege van már a naponta többször is az ég felé szálló kívánság lampionokból, vagy szívalakuló fitból, vagy hogy állandóan átszűrődik mindig ha zongora szó, és hogy elege van belőle, hogy árad felé romantika. Nem tudom, de Kozsó szomszédja megírna, hogy Kozsó minden szombat este 10-kor rak egy hatalmas mákját, fölveszi, mit tudom, Louis Padre szerelését, és körbe táncolják kedvesével, Kirával az indián tüzet. És utána pedig májva cukrot sütnek. Igen. Tehát, hogy itt senkinek a szomszédságában nem lakik valaki, aki híres, és tudna ilyet csinálni. Csak egy Justin Bieber, nem mondják. Igazán kemény balhés celebünk nincsen. Aki van, az most itten van. De nem konkrétan, igen. Hát na, ő balhés volt. Nem hát, konkrétan balhéra gondolok. Hát lehet, hogy kiderül, mit tudom én, hírességről, mert abban az utcában lakik, ahol hallgattak minket, hogy szeret, mit tudom én, kukába turkálni. Aha. Nem? Hihető. És neki ez egy hobbi. Vagy hogy átbrúnyál a drótkerítésen az ő telkére, és pusztul miatt a túlya. Írt a szomszédom? Vagy? Nem. De azt szerintem sima ügy. Nem? Hát pisilni kell este kint, hát most nem mész be. Így van. Odaállsz, kőfalat kellett volna húzni, nem drótkerítést, azon nem megy át egy darabig. Vagy mint magyar énekes mellett lakik, és megőrül attól, hogy skálázik, és el akar onnan költözni, mert tudja, hogy a művésznő hazajön, akkor ott három... Szadaiak, nem hallottok minket? A Tibi már nem gyakorol, ugye vagy? Ja, ő már jó. Ő már tud. Igen. Tehát, hogy tényleg, keressük meg azon hallgatóinkat, akik hírességek mellett laktak. Jó? És van velük valami baj? Nem az, hogy van velük, valamit csinál, van egy fura szokása, lövöldözni szeret, koronglövészetet gyakorol, hangosan hallgat a zenét, skálázik, kidobál, éjszaka pakol, hajnali 4-kor főz, tehát mit csinálnak?
ami híresség. Na, aztán majd csodálkozol, hogyha a szomszédodod a Guldenburgok, a nemes csár. A Guldenburgok? A Guldenburgok átjelentkezik. A Hohenstaufenek, majd betelefonálnak, hogy miket szoktál csinálni hátul. Hozzájuk dobálod át a zavart. Tök fura, hogy mindig csak náluk hullik fa levél. És az is a kert végében. De én nagyon-nagyon egyértelműen rakom, hogy összegyűjtöm ilyen szemetes zsákba, és az egész zsákot átdobom. Tehát én nem azt sem, hogy levelenként átszórom, érted? Én összekapargatom szépen, és így megfog, és 6 zsákot átdobok. Hogyha jól dobod, akkor egyébként a másik szomszéd melletti kerítés részéhez esik le, és akkor azt hiszi, hogy az dobálja. Ő sarokház, tehát ő nem tudja. Nem tudja, tehát csak tőlem kaphatja. Csak tőlem kaphatja. Igen. Jó, tehát akkor keressük meg, hogy ki mit csinál. A magyar állampolgárnak nincs pénze felnyomni a sztárszomszédot. Nem olcsó a perköltség, írja nekünk egy hallgató. Kriszuli álltak itthon van? Igen. Na. Igen. Ja igen, Kriszuli a fekete gyöngyön zené. Igen. Karib-tenger karozai vezető. Igen. Ő tényleg elment, ő nem dolgozik már itt, mert nincs itt a Rudi. Hát a régen nagy lányikon volt, tehát imádták a fiatal csajok, a kék szemek. Hát igen, csak aztán volt néhány olyan ügy, amit nem sikerült teljesen tisztázni, még bíróság előtt se állítólag, és akkor így. És akkor elment zongorázni egy hajóra. Ja, és néhány szemüveges öltönyös megkeresi, vagy... Nem tudom a részleteket. Napos igazolványjal? Van egy kontaktlencsés is. van egy álcázó, igen. Dabu szomszédja voltam. De csak olyat írjatok, ami komoly, jó? Tehát, hogy... Hát győzik-e szomszédjai? Szerintem szóba jöhetnének. És megint majd mindenki ránk haragszik. De nem hiszem egyébként, hogy vannak szomszédjai, kihalt az egész utca, amióta. Szerintem eladták azt a részt, azt a városrészt. Mi volt az? Mit csináltunk? Ja, a randinál, ugye? Meg amikor ugye beszéltünk arról, hogy ki milyen állapotban látott már hírességet fellépni, és akkor írtak különböző, mindenki ránk, még rám voltak mérgesek azon fellépők, akiket megemlítettük. Pedig nem te mondtad, hanem a hallgató. Valaki elmondta, hogy milyen állapotban volt a bajor, aztán másnap ügy lett belőle. Miközben egyébként azt mondjuk el, hogy Demjén Rózsinak a művészi kvalitásaival kapcsolatban nem voltak kérdőjelek. Semmi. Bennük. Egy nagyon nagy zenész, nagyon komoly zenész, de fura volt, hogy na mindegy, nem is értek. Igen. Győzike mellett lakom, és elegem van már abból, hogy rohadt hangosak a navos autók. Mindig ott bőgetik a motor. Igen. Törőcsik Maritól. LL Junior, figyelj, jönnek most már, jönnek az SMS-ek, hogy ki a szomszéd. LL Junior egyik háza, zárójelben felkiáltó, a közelünkben van, Kertváros, az emeleten rácsozott ablat, és ő meg a rokonai kocsi konvojban közlekedve mennek a 200 méterre lévő virágüzletbe két hetente egyszer. Hát nagy vásárló, persze. Nem tudja gyalog elhozni. Hát ahogy ő érezteti a párját, ennyi. Vele nincs semmi, egyébként jó gyerek, abszolút. Hetente kétszer megveszi azt a 100 szál vörös szekvét, ez nem lehet elhozni, csak így kézben. Igen. Stolbuci a szomszédom mióta sofőrje van, nyugi van. Írja egy hallgató. De csak tényleg komolyakat írjatok. Törőcsik Mari velemben lakik. Ez ideig igaz. Szokott is sétálgatni, de semmi balé. Kicsit izgult. Én azt hittem, hogy nagyon nagy balé lesz. Ha a nevét meghallom, az már együtt jár a balhéval. A kukaborogatással, az éjszakai partizással. Tehát ő lenyugodott már. Már így van, már nem viszi, nem hajtja a vére. Szokott sétálgatni, igen. Na, de aranyos cuki. Oszfald Marikával kapcsolatban is jönnek az SMS-ek, neki is van szomszédja. Lenyírja a füvet 3 hektáron, futszalad intenzíven, csinál néha spárgát, majd indul az esti előadás. Igen, vele vigyázzék el egyébként, mert a legvállalatlan pillanatokban le tud menni angol spárgába. De mi az, Oszfald Marikának van egy ilyen kényszeres spárgaroham? Vagy ő csak úgy hírte, hogy bevásárol, és közben lemegy a spárgába? El. Benne annyi vitalitás van, mint nem tudom. Tehát, hogy így én fel annyi idősen majd szeretnék fel annyi energikus lenni, mint amennyire ő. Egyszerűen illigyrésre méltó. Csodálatos. Bármikor lemegy angol spárgával, francia spárgával, és csinál egy hátrafrikket. És ez bármikor? Ilyen kényszeres spárgázó? Igen. Nekem lakik valaki a szomszédságomban, de a kutya sem ismeri, így nem írok róla. Marcsi, ez nagyon hasznos SMS volt, köszönjük szépen. Vivi Éva. Na. Így nagyon-nagyon nem szerették a szomszédai, de írjatok konkrétumokat, hogy miért ezt Lisztes Ati küldte nekünk. Régen, de most már teljesen rendben van. Hogy rendben van? Hát már nem iszik. Nem balhés már. Leszokott a piára? Persze. Tényleg? Absztiniens, így van. Látszik is rajta amúgy. Erre előnyére.
változott az elmúlt hetekben, hónapokban. Kriszudi egyszer beleszáguldott a szomszédja kerítésébe, a kárt kifizette, és még pár CD-t is adott, ez komoly. He. Tényleg? Amikor Kriszudi átszakítja a kerítésedet, így nem? Így van, a háromkerekű bicikli. A faszágyú lepkével, amit átcsatogtatja hozzád, és kapsz pár CD-t. De nem, már rendezte, korrekt volt. Tehát ez így abszolút rendben van. Neki volt az a slágere, hogy nagy a csend, kérlek, törd át. Ja, tényleg. Navracsicsa laktam egy utcában, ide egy hallgató. Na, oké, de milyen? Na, mit csinált? Mindig köszön mindenkinek, és a kocsiból is integet. Mondjuk egy picit túl. Ő a másik még. Hát, odafigyel a személyes megítélésére, ez jó. Kovács Áron hónapokig parkolt az út majdnem közepén a rocsójával, írja nekünk egy hallgató, szintén egy felháborodott szomszéd egyébként. Jönnek azért szépen. De Navracsics kinek integetett? Mindenkinek az utcában? Hát jó, jön az még később. Hát, barátságok. Így tudom. Van. Szeretett volna barátokat. Igen. Többet. Az én szomszédom a Rákóczi, jó, hát ez igen. Igen. Felékezhetően nem lehet volna. Illetve aki mellettünk lakik, az Attiláik, ők velünk együtt buliznak. Mi áthívjuk őket, ennyi. Már meg is oldottak. Német Lajos szomszédja vagyok. Nem hiszitek el, de a székhúzogatás nagymester. Az a Lajos, te, hát, ahogy ő tréfál. A székhúzogatás nagymester, hívjuk már fel, hogy mit csinál. De mi alatta lakik, és így húzogatja a székeket. Vannak ezek a notórius székhúzogatók, aki nem tudod megmondani, hogy mit csinál fönt egyébként fölötted, csak azt hallott, hogy a nap 24 órájában húzogatja a székeket. De miért nem rak a lábak végre ilyen filéz darabokat, Lajos? De biztos, hogy az a szék, nem a lába. Ha kis filceket raksz alá, akkor az igen, működik. Igen, ez működik, onnantól kezdeni semmi gond nincsen. Igen. Kabát Péter, az Újpest FC focistája, a szomszédom, igen hangosan éli a magánéletét. Néha a foci meccsek miatt hallatszik át az üvöltözése. Nyáron meg... Én ilyet miért nem tudok? Igen. Igen, nézi a reál meccset. Komolynak tűnik egyébként, hogy a foci meccsek miatt. Hát valószínű, hogy meccset néz és fölhúzza magát, nem? Ha, persze. Még mindig jobb, mint a vitatkozna a híradóval. Az a legvége. Csóró Lali, a szomszédom. Ő kicsoda? Lali, ő az ilyen nap, ő Csóró Lali. Most már Csóró Lalinak hívek, mert ez a művész neve. Aha. Ugye elkezdett lakodalmas vonalon mozogni, meg elég népszerű kis számot sikerült összeraknia. Már megnézték több mint 1 millióan a videoklipjét. És akkor most ő Csóró Lali néven nyomul. Valaki azt írja, Marika spárgában veszi fel az aprót a boltba. Ja, igen. Ő az a típus. Ha, az. Már is használja a kezét közben. És direkt elejti azért, hogy le tudjon menni spárgába. Balázs mellett lakom, nagyon zajos a Vidán Park, amit megvett. Bali, megőrülök, ahogy kommandozol, és őrjöng a riasztód. Na, ez viszont valódi. Tényleg kipróbáltad, amit a múltkor beszéltünk? Ez viszont valódi, mindig megszól a riasztó, mert valamit elrontok. Mit próbáltunk, vagy mit beszéltünk? Hát, hogy mi volt? Biztos, hogy velem beszélted? Igen, hogyha nem beszéltünk a lézerriasztóról, a lézerhálóról. Azt rontom el mindig, az megszólal. De nem tudsz kérni egy olyat, amin csak két gomb van, egy olyan távirányítót? Ki? Be. Zöld. Be. On, piros. Ki. Egyébként ennyire egyszerű, csak mindig tesztelem, hogy működik, és belemegyek kocsival, és persze mindig megszól. Én akkor mindig megnyugszom, hogy megszól. Ja, jó, a működik. Kezdek kicsit kényszeres lenni. Tudtátok, hogy Oswald Marika volt Van Damme dublőre a Volvo ekránban? Igen. Na, megnézzük, mit csinál Németh Lajos. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Peti vagyok. Hello, Peti! Szia, Peti. De te nem a Németh Lajos szomszédja vagy akkor. Nem, nekem a Palcsó, a másik a szomszédom. A Palcsó volt a szomszédom. Na, mit csinált? Mesélj! Van egy óriási sztorim. Hát a fiatal ember mindig este 10-kor kezdett zongorázni és skálázni. De azt senkinek nem kívánom. Nem mondd, komolyan? Tehát 11 órakor hazament? Hát nem tudom, akkor jött haza, de mindig ilyen esti órákban kezdett el zongorázni, meg ő skálázni. És ezt meddig csinálta? Míg meg nem ütötted. Hát ugye, én éjszaka bekapcsoltam, feltem hangosra, és inkább inkább hallgattam azt. Hát addig csináltam, míg át nem nyergelt a dohánybizniszt. Hát most már csak standol, meg számol, meg egy karton Marbi, két karton Marbi, most már csak ez, ott 3 karton Marbi. Igen. Nyilván, hallottam ezt is tőle. Figyelj, és nem is énekel, csak skálázott? Hát, próbált énekelni, fogalmazom így. Aha. És mit csináltál? Hát én pálna a fejemre,
és próbáltam bódiskolni egyet. Aha, és aztán elköltöztél egy idő után? Hát arrébb költöztem, igen, párházzal, igen. Egy párházzal arrébb költöztél. Na, szép. Így van, tehát erre mondjuk másoktól nem tudtam. Elképzelni. Igen, hát 11-kor elkezdeni zongorázni, ez nem hálás. Hát, tehát azt azért, hogy tudják a lakók után. Ennyi szóra. Igen, igen. Köszi, hogy elmondtad. Ha jól van, akkor azt mondom, hogy. Hát akkor még igen. Igen, de úgy, hogy nem is jó, az meg aztán pláne. Igen. Köszi, ciao. Ciao. Gyerekek, Cserpes Laura szomszédja, Csújaimi szomszédja, nagyon sokan laknak egyébként. Igen. Norbi szomszéd vagy, szomszédja vagyok, minden reggel azon zaklat, egyek batyú. Azt mondja, hogy Pataki Attila szomszédja vagyok. De ne, olyanokat ne előjünk, ami nem, nem igaz. Persze, igen. És igen. És egy hívfél körül rendszeresen a hatalmas fénynyalám. Persze, igen. Pásztázza végig a kertet. Hol vagytok, testvéreim, hol vagytok? Attila felemelkedik, belép az űrhajóba, majd elsődnek együtt. Attila pedig kifejezést tekintettel előre tartott kezekkel sétál be a fénynyalába, aztán hús! Felszállnak, igen. Csúlya Imre szomszédja vagyok, nagyon kedves, jóindulatú ember. A kutyáját, ami egy vizsla, viszont nem tudja megnevelni. Hajnali órákban vagy itt. Már itt is van a hallgatónk, aki elmondja, hello, jó reggel! Halló, Kriszti! Sziasztok, hello! Hello, Kriszti! Na, te vagy Csúlya Imre szomszédja? Aha. Semmi balhé, semmi rendőrségi eljárás, nyugalom van? Á, nem, de hogy is nem, á, nem. Nem, abszolút normális ember. Na, és mit csinál azért? Ennek ellenére van valami? A kutya? Hát van egy vizslájuk, igen, igen. Az hajnali órákban úgy van nyit, hogy hihetetlen. Aztán van a szomszédunkban egy macska, állandóan átjár hozzánk, gyűlöli a macskákat, hajnali, nem is tudom, hány órakor van nyit. És éjjel nem tudsz aludni. És nem szóltatok még neki, hogy figyelj, hát, Imi, hát... Dehogy nem. És mit mondod, hogy mi volt? Szerinted? Hát nem tudom, hát nem voltam ott. Na, talált ki. Találgass, hogy barkopázzunk. Ruha volt rajta. De mérges volt? Vagy mondta, hogy nyilván megmondta, hogy elhallgattatja, meg persze megpróbálja, nem? Hát Imi egy rendes srác egyébként. Persze, abszolút rendes, de hát nem sikerült. Nem. Jó van, nem akarsz többet mesélni, akkor félsz tőle? Azért, vagy már csöngetett, vagy halt téged? Nem, egyáltalán nem. Jó van. Kriszti, köszi, ciao. Sziasztok. Hello. Mi derült ki ebből a sztorimból? Semmi azért. Hát, van kutyája és honnyit. Ja, és ilyen vagy. És Béa bőgeti a babettát. Anyám, mallag a babettával jár, most ne legyek kemény. Igen. Az a Moldova György a szomszédom. Na, hát akkor... Minden áldott este egy fiatal hölgy hozza haza kocsival. És föl is megy? Kiszáll, integet és hazasétál. Igen, de mindig öt háza a fejjem. Hogy látom az SMS-be, tehát hogy mindig... Azt nekihagytam azt a részt, nem akartam beolvasni. Állítólagosan ez történik, nem tudjuk. Erre a lánya hozza haza, aztán kiszáll a kocsiból. Így van, egészségügyi séta. Sétál egyet, nincs is ezzel baj. Igen. Az alatnai szomszédjait nem éridlem, amikor mesztelenül autót. Most ki most mesztelenül autót, az alatnai? Aha. Ne írjatok, tényleg ne írjatok olyat, nem, ami... Kamut ami, ne, jó? Mert kamut megint, ne. Megint az lesz belőle, hogy a morning show. Megint az lesz, igen, hogy a Bajor meg a Damien kiborul, és egy karóba akarnak húzni, és levágni, és megölni. Közben nem, semmit nem mondtam rájuk. Az állítólag mesztelenül autót mosó zalatnai cínén röhögött. Igen, Balázs, már jó pofán kéne vágni, mondta Damien Rózsi. Nem bántottam, csak SMS-eket olvastam. Kiszel tünde mellett lakom. Reggelente, mikor komoly eligazítást ad Donikának az ajtóból, tessék mosolyogni, szívem büszke vagyok rá. De ez cuki, hát ez tök jó. Hát ez tessék mosolyogni, szívem büszke vagyok rá. Hát ez aranyos, ezzel nincs semmi baj. Igen. De nem lehet, hogy a Csújaimi kutyája egyedül van és kangörcsös? Most ezen gondolkozom. Jani, te vagy kutya, hogy ha vesznek neki egy lánykutyát, akkor elhallgat, nem? Hát... Azt mondjuk az Iminek. Azt mondta a kedves hallgató, hogy akkor csinálja ezt, amikor a macska. Aha. Jelenik meg, akkor vagy itt elsősorban. Hát lehet, hogy a macskákra gerjed. Vagy így, hát igen, egy másik faj irányába szeretne hidat verni. Igen. Itt van velünk Dani, hello Dani. Hello, sziasztok. Ki a szomszédon? Hát Miller Zoli volt igazából, és... Miller Zoli, hát, ugye, az emberek az zenekarból, igen. Azt nyilván már ő is megbánta. Igen. Mit csinált? Hát ugye nem vetette meg sem a jó lányokat, és sem a jó üdítőitalokat, úgyhogy... Na, végre egy magyar csádi sín, hát ezzel nincs baj. Na. Nem, de hogy is volt, nagyon is bírtuk egymást igazából, hát nagyon-nagyon rendes srác.
És néha így átjött hozzá a kis Berkes, és mondta, hogy ez Zoli, ne csináld, ne csináld. De is volt, hogy áthívott téged is bulizni, vagy csak láttad, hogy mennek fel a csajok, vagy mi volt? Hát figyelj, volt úgy, hogy áthívott, ez nem volt mondjuk sok ilyen, de inkább azt is sokszor láttuk aztán. Uh-huh. Ezen rögtünk, hogy Zoli megint. Hát Zoli szerette az életet, hát nincs ezzel baj. Zolinak volt egy olyan korszaka biztos. Mi imádtuk egyébként, imádtuk nagyon-nagyon rendesen. Ez egy kicsit egy már rég megsértődtem, amikor már nem hívott, mi? Ideig hívott, aztán már nem hívott. Hanem helyetted MC Havert hívtál. És mi lett? Elköltöztél, vagy ő költözött el, vagy mi történt? Nem, ő költözött el. Az a helyzet, hogy az egy ilyen bérlakás volt, amit, ahol laktak ők. Ő még annak idején, hát ez körülbelül egy ilyen 5 éve volt, akkor még a Petrával volt az Zoli, és utána, miután, hát ott nem jött neki össze a dolog, utána elköltöztek. Aha, aha. De észrevettétek, hogy minek milyen félve beszélt? Tehát a Vizsláról is egy mondat, az Oliról is egy mondat. Tehát mindenki, hogy bejelentkezik adásba, leírja, visszahívjuk, de hogy így nagyon nem akart. A Csújai Vizslájáról másfél mondatot hallottunk összesen, mert nem tudjuk, hogy mit csinál. Igen, nehogy az Oli aztán megjelenjen a házhoz előtt. Gyerekzi! Mit mondtál Petráról? Figyelj, és volt búcsú buli? Tehát tartott egy ilyen gyere át bulizni, mert utána elköltözöm? Volt ilyen? Nem nagyon búcsúztattuk el, mert így hirtelen történt a dolog. Hát azóta is sírunk, de tényleg. Csendesebbek az éjszakáz azóta. Miért elment a parti arc, igen. Hát na jó van. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Köszi, srácok. Ciao, ciao. Hello. Cserpes Laura és Németh Lajos szomszédjai nem mernek beszélni, gyerekek. Egész. Itt tartunk, hogy a székrekedés, a széktologatás nem akar. Nem tudjuk, már valaki leírta biztos azért. Tehát a széktologatás, de bicsát Cserpes Laura. Hát ő gyakorol. Éjjel-nappal átalazik a köpülést. Hát kislányom, megmondtam, már Túró Rudiba csak 40 g cukor kell. Kislányom, megmondtam, már a túrót nem úgy kell csinálni. Hogy fölözöl? Németh Lajos szomszédja lennék, bemennék telefonálni egy reggeli műsor, hogy elmondja, mit csinál Lajos, hát Németh Lajosról nem ijednék meg. Igen, ráadásul jó fej. Tehát Lajos tök jó fej, kialogatja a székeket, hát nincs ezzel baj, hát lehet, hogy székfoglalost játszanak a feleségével, az nem lehet, hogy hármat körbe-körbe mennek a gyerekkel. Már csak két szék, az egész család székfoglalósat játszik, hát most tologatják a székeket, hát simán lehet. Nálunk állandóan szól a riasztó, mert béna vagyok, és a szomszédok utálják, mert mindig belesétálok a saját riasztómmal. Tehát ez mindenkivel van. Hogy miért félnek Németh Lajostól, ugye ez a kérdés? Nem tudom, hát ha az ugró kötelezni is. Ő nagyon sportos egyébként, tehát, hogy... Igen? Igen. De nem lehet, hogy Németh Lajos gyakorol a Blue Box előtt? Tehát van neki is egy ilyen felhúzott kék függönye, mint ami előtt jelentenek. És arrébb húzza a napot. Németh Lajos nagyon gyakorol? De vajon mit csinál Cserpes Laura? Hát... Azon kívül skálázik. Készül most a darra, vagy már ott énekelt, hát vagy nem, énekel? Nem, már vége. Valamit. Rövid volt. Hát valamilyen szakipari tevékenységet folytat. Mit tudom én? Érted? Nyüstöli a túró csúrgató. Ja, Istenem, na jó van. Nekem a Hajdú Péter és a Szilágyi művész úr és a szomszédom volt. Oké, hát rendben van, de mit csinál? Tehát mit csinál a Szilágyi, meg mit csinál a Hajdú? Hát azért az is érdekelne minket. Tudom, hogy hol lakik, de hát lakott előtte máshol is, hogy ott mi volt. Mi ez a zenélőház vagy éneklőház? Ez most mindenki elküld, hogy beszéljünk erről. Ez micsoda? Ez tegnap este volt. Mi volt? Ez a Palcsóék régi kecója. A Palcsos skáláz meg zongorázik. Mi ez a beszélő? Valahol a Párkányban van egy ház, ahol a tulajdonos reggel... Nem a Párkány mögött. 8-tól este 10-ig üvölteti az operá áriákat. És ugye innentől kezdve nem tudsz vele mit kezdeni, mert hogy nem, a csendrendelet az este 10-től él. Tehát 10:00-kor lekapcsol, és onnantól kezdve csönd van, és mindenki megőrül tőle, de nem tudnak mit csinálni, mert a jogszabályt nem sért. Ez már nagyon régóta csak a csendháborítás alatt, nem? És egyébként egész nap üvöltözene. Egész nap este 10-től van a csendrendelet, tehát akkor már nem lett hang. Nem hiszem. Paf, kikapcs, és nyugodj. Aha. És évek óta ezt tolja. 14 éve, vagy 15. De jó Isten! Hát, ezt nem láttam. Hát szeretsz, hogy ilyen béketűrők a szomszédok, vagy nem tudnak vele mit kezdeni. Hát ott azért valamit ki kell találni. Hát így van. Nyilván másképp alakult volna a dolog, hogy a Tasnádi a szomszédja. Azt gondolom, hogy már egy társasházban lenne, vagy legalábbis nem zenélne, igen. Megettem a Revicki összes tyúkját és a kakast is, amikor a kerítésre könyökölve kérdeztem, mi rottyog a bográsban, szemreben is nélkül köröpörköd volt a válasz a Revicki tartott állatokat. De miután előző nap együtt italoztunk a helyi kisboltban, nem vitatkozott. Sok szárnyas tartott, ezúton is köszönjük. Na. Ekkora szemét vagy. Igen.
Na jó van. Oké, mindjárt mutatjuk a nap legjobb pillanatát, még jön egy-két SMS, csak azokat nem tudom beolvasni, mert abból ügy lenne. 3-4-10 lesz pontosan 4 perc, mindjárt itt vagyunk, a nap legjobb pillanataival. 3-4-10 múlt pontosan 1 perccel, hello mindenkinek. Ah, itt vagyunk. Még jönnek a szomszédos SMS-ek, hogy kinek mi van. Gödön Pákó volt a szomszédom. Nem volt hét, hogy ne törte volna össze a hármas piros BMW-jét. Írj nekünk egy hallgatom. Istenes Bence a szomszédom. Más se hallok, jobb leszek, mint Balázs. Jobb leszek, mint Balázs. Szegény Bence. Azt mondja, hogy... Rita vagyok, annó Lorenzóval laktam egy házban, ahol portaszolgálat volt, soha semmi gond nem volt vele, sőt, példaértékű volt, hogy szerette a kutyáját, szegénykém. Igen, szegény. Szép napot nektek, írja nekünk egy hallgatónk. És igen, erre a házas sztorira, ami volt a naplóban, arra írnak, hogy valami árjázik egész aha nap, és van valami sugárzási engedélye, és azt adta, és hogy a szomszédok nem tudnak mit csinálni. Az nagyon-nagyon kemény lehet. Forzasztó. Igen. Megnéztem ezt a naplóriportot. Kemény. Gyerekek, 14 éve, ahogy ti is mondtátok, reggel 8-tól este 10-ig üvölt egy ária a házból. Lakó senki, hangszórókat vett, és az egész utca ezt hallgatja, és 14 éve nincsen csend. Minden nap. A nap bármely szakaszában este 10-ig hangszórókból bömböltet valami opera ária 14 éven keresztül, és a szomszédok nem tudják eladni a házat. Ezt nem hittem el. Nem lőnéd ki a hangszórót, vagy nem tudom. Hát nagyon békések, hogy de már elvágták a villanyvezetékét, már megpróbáltak vele beszélni, már tüntetést szerveztek, már aláírásokat gyűjtöttek. Senkivel nem foglalkozik, napközben nem jár ki csak éjszaka. És 14 éve szól ez a dal, vagy ez az ária rá, és az szörnyű, tehát, hogy ilyen recsegve kicsit, olyan, mint egy ilyen kísértett ház, egy ilyen szellemház. Mondjuk azért, mit csinálsz, azért, van egy ilyen szomszédod? Azért az a jog is megér egy bisét, ami ezt engedélyezi. Igen. Tehát ami nem védi a körülötte lakókat, hanem ezt az embert védi. Vagy legalábbis nem támadható be. Hát minden esetre nagyon békések a párkányi lakosok. Hát. Azért 14 év alatt már csak találsz egy csendes sikátort, ahogy félrehívott egy elbeszélgetésre. Így van, nem? Valaki. Egy két állarcos ember, akik aztán utána nagyon gyorsan elfutnak. És mondta, hogy már van, aki elköltözött, van, aki pszichológushoz jár, van, aki idegösszeroppanás kap, vagy mit tudom, pszichiátriai kezelés, nem tud, alvászavarok vannak az utcában. És reggel 8 órakor üzemszerűen bekapcsolja a magrót és elindul. És a 6 méterre már ott van egy másik ház, meg az utca másik oldalán még mint 50 ház. Hello Csabi! Nem láttad ezt? Jó reggelt, most hallottam, ahogy nézted. Szerintem a szomszédok adják ki lakásaikat próbateremnek, rockzenekaroknak, brutál metalzenekaroknak, és akkor induljon a harc. Hát igen, csak amikor már a saját lakásodból kell elköltözni, mert nem tudsz ott lakni. Nagyon kemény. Hát meg ezeknek az embereknek már szerintem sajnos a humorérzékük már az így. A 14 év alatt megkopott. No, de vársz egy pár napot, azt mondja, jó, hát majd vége lesz. Vársz egy hetet, jó, hát majd még vársz egy hónapot, vársz egy évet, aztán vársz 14 évet. Valószínűleg, hát én ennyi hirtelen a haragú ember vagyok. Tehát én komolyabb lépéseket tettem volna annak érdekében, hogy ez megszűnjön. Lehet, hogy ülnék valahol csendesen. De csend lenne. De csend van. És bejárnál. A párkányok nagyon hálásak lennének. Neked csend lenne, te lennél az áldozat. Csabika, meghoztuk a pogácsát, köszönjük. Lenne egy lakógyűlés előtte. Figyeljetek, srácok, én elintézem a dolgot. Annyi van csak, hogy van két kiskorú gyermekem, meg itt van a nejem is, hogy valahogy meg számlákat is fizetni kéne. Csabikám, összedobunk mindent, én viszem majd a gyereket óvodába, én oda figyelek rá. Annyit kérek, hogy amikor jöttök látni, az hozzátok egy Walkman, és rajta komoly zenét. Aki 14 évig ezt csinálja egy lakóközösséggel, azért az megérdemel valami csúnyább bánásmódot, igen, nem? Ez igen. Szemétség. Hát ez több. Ugye most az egyik füled meghagyjuk, hogy halljad majd, amikor legközelebb mondjuk, hogy miért veszük le azt is. Igen. Atya Isten. Na jó, hívjuk gyorsan a naphallgatóját. És ha mondja, hogy morning show, akkor övi az ajándékcsomag. Zárlat. Morning show. Éj, hát elfogadhatjuk annak, hogy jó reggelt. Az volt? Az volt. Az morning show. Igen. Izgult. Nem voltál biztos benne, vagy belenyögtél, vagy mi történt? Mert éppen most gyalogolok hazafelé. Gyalogolsz hazafelé? Na, milyen jó neked. Már végeztél a munkával? Ja, nem, már szabadnapos vagyok. Szabadnapos vagy. Mit csinálsz éppen, meg hol hallgatsz minket?
Hát most itt az edzőteremből jövök, azt mondják hazafelé. Uh-huh. És ez hol van helyileg? Ez Kőszegen. Kőszegen? Na, ott is szólunk. Kőszegi gym. Jó, ugye becenevekről beszélgettünk, és azt írtad nekünk, hogy ugye megkérdeztük, hogy kit hogy hívnak, te azt írtad nekünk, a tróger, az becenév, az anyósom így szólom. A, szeret a mama. Mama nem kedvel, vagy milyen helyzet? De, de, hát az is hozzátartozik, sajnos, hogy már nincs közöttünk. Ja, de csak így hívott. A legelején uh-huh. volt is. Nagyon a legelején volt, és hát az végül is én vettem neki az egyik kedvence. Na, akkor sikerült magadat megszeretni. Hogy hívnak? Nem írtad alá. Csabi. Csabi, Csabikám. Te vagy a naphallgatója, Csabi, küldünk neked egy klassz kis ajándékcsomagot, jó? Köszönöm. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Hello. Hello. Itt többen mondják, hogy, hogy bizonyos paragrafus szerint nincs időponthoz kötve a csendtáborítás. Tehát, hogy azért az fura, hogy nem tudnak mit csinálni 14 éven. Csabikám, mi újság van? De jó, én vagy? Emlékszem rá, hogy amikor kezdő próbatermekkel szenvedő zenekar voltunk, akkor állandóan ránk küldtek valakit, aki jött és decibel mérővel mérte, hogy mi mennyit zenélünk. Nem 10 után, hanem napközben. Igen, azért, hogy valamit lehetne csinálni. Igen, biztos, hogy erre van valamiféle szabályzási mód. Remek szerint így lesznek, Csabikám, ma is? Ne vicceljünk, hát hogyne. Egyre inkább rágerjednek a hallgatók is Rebecca Ferguson hangjára. Egyre jobban megkedvelik az újdonságot. Az I Hope című dalt hozom, játszom ma is. Szeretjük, kedveljük. Igen, jó? Igen, nagyon jó. Hallgass meg te is szeretni fogod az olyan típusú. Jó. Csabi jön a kívánság műsorra, 555-55-00. Ez a telefonszám, itt tudtok tőle dalt kérni, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok!